Lehet, hogy ez fönn lesz, lehet, hogy nem, attól függ, milyen a videó. No, kezdjük. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen. Sziasztok, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én mostanában elég sok csalóval találkozom, amikor csékózok. Én nem. De különben más játékokban is előfordulnak, egyre többen, és úgy tűnik, mint hogy egyre nehezebben Szia, Kodiak. Köszönjétek bírnák az anti-cheat szoftverek a csalóknak a feltartóztatását. A mostani vendégemmel arról fogunk beszélgetni, hogy neki milyen tapasztalatai vannak erről. Ő névtelenül vállalta ezt az interjút, hiszen aktívan csalt, illetve csalásoknak a készítésében is részt vett. Én igazából egy kisgyerekként kezdtem úgy, hogy mindenki valószínűleg elkezdett csalni régen. Még amikor bejött ez a Steam-es korszak, mert ugye te meg pláne tudod, hogy jó, te valószínűleg Cs-be voltál, nekem a Cs az sose volt egy mindennapos játék. Én Call of Duty nőttem föl egyébként, és még abban az időszakban, amikor a Call of Duty 4, meg a 2-vel így X-Fire-on, meg patchelgetni kellett, ugye kalózkodni, hogy tudjunk multizni, még akkor nyomtam régen ugye sokat a klánokkal, vagy varok, meg mik voltak ilyen versenyebbszerűen, de sose voltam kiemelkedően jó. És egyszer egy ilyen varon, az én klánom, meg egy másik klán ellen lecsaltak minket. Amúgy szerintem azért nem basznak itt is, hogy csalós videó megy alatta, nem? Csak nem. Gondolom nem. Hát, miért? Nem tudom. Hülye kérdés volt. Fasz tudja? Szarok bele. És ezekre a sztorikra egyébként pontosan emlékszem, mert ezek ilyen meghatározó élmények voltak. És lecsaltak minket, és így megóptuk annó, nem tudom, hogy működött már ez a téma, akkor úgy működött ez a anti-cheat, meg ilyesmi, hogy valaki csalta egyáltalán, azt hiszem, hogy TeamViewer-ön keresztül az adminok átkutatták a gépedet cheatek után, de hát már akkor kicsit előrébb járt a technika, mint a adminok tudása, mert nyilván az adminok, amikor volt ugye velem is ilyen incidens, hogy átkutatták a gépemet, hogy csaltam-e. Hát tudod ki faszom engedni, hogy kutassák át a gépét. Megyek más szerverre, helem. Én egyébként VAR közben maximum radarhackeztem és ilyesmi. Erre majd később rátérünk, hogy én milyen csalásokat csináltam, vagy csinálok. És ők átkutatták a gépünket így TeamViewer-rel, és így, de ilyen baba módszerrel, tehát hogy beírták a keresőbe, hogy VH, meg AIM, meg ilyesmi, és akkor nem találtak semmit, akkor tiszta vagy. Meg esetleg a játék mappáit megnézték, hogy van-e valami, vagy valami különleges Excel van a gépeden, de így nagyon nem tudták, hogy mit keressenek. Tehát egy kívülálló öreg róka esetleg, aki ugye ez 10 éve volt már ez a kodos korszak, rendben is talán. Számoljuk! Később rátérünk. Hogyha olyan sokszor benne van, akkor csináljunk egy countert. Valamelyik bottal, valamelyik Twitch-es bottal lehet ilyen countert csinálni, nem? Te tudsz ilyet, Levi? Vagy Levi, itt maradsz végig? Akkor te leszel a számláló. Mit szólsz hozzá? A TeamViewer, hát ezt így mondják. Ki az, aki itt lesz végig a stream és számlája? Én biztos, hogy itt leszek, de én nem akarom számlálni. Nem tudom. Jó, végig maradok. Más is számlálja veled. Na, akkor eddig volt egyszer az, hogy később rátérünk. Figyeljetek, hogy később rátérünk. Egy. Mindig írjátok, csak írjátok be egy számot, amikor hallottátok. Az a következő szám, akkor kettő. Utána. Na, mehet. Tehát 10 éve volt, 40 éves ez ne, a ne privát, ide új ember mondjuk, és nem csalt életében, nyilván nem tudta, hogy mit kell keresni. És aztán így kodba szépen, ahogy haladt az idő, ugye, még az elején mindenki csak varozgatott, tök jól el voltak a papszerókon, elkezdett egyre több csaló megjelenni, és akkor én is így fiatal voltam, kis hülye gyerek, és akkor így ránézegettem, hogy mi ez, hogy megy. Hát nem sokat értettem hozzá azt én, tehát hogy beírtam a Google-be, hogy kod 4, AIM. Azért van hangtorzító, mert a csalás ez egy akkora illegális dolog, hogy ezt nem szabad névvel és arccal csinálni. Ugye még soha nem csinált ilyet senki, mert hogy meg lennének verve, ugye én is itt vagyok, tehát engem is minden nap vernek itthon is természetesen. Meg VH, meg ilyesmi. Arra emlékszem, hogy a leghíresebb kod 4-ben még mindig valami Evil volt, Evil Launcher, valami Evil volt a neve. És akkor én is leszedegettem ezeket, kipróbáltam, hogy milyen hülyeség. Hát, és akkor itt megosztóak a vélemények, valószínűleg a legtöbb becsületes játékos az azt mondja, hogy
szér kell csalni, meg ilyesmi. Hát ez így van. Tehát én sem leltem benne örömömet, amikor aimoztam. Nem aimoztam soha. Mindenkit. Tehát nem... Én aimozni egyébként életemben körülbelül kodba kétszer, és így talán csébe kipróbáltam, de így fú. Na, az tényleg egy unalmas játék stílus. De majd ezt így később kifejtem jobban, amikor rátérünk a miértekre, hogy ki és hogyan is miért csal, de alapvetően csalni szórakozásból azért, hogy nincs semmi tétje, csak te nyerjél, annak tényleg semmi értelme nincs. És hát szerinted, de bocsánat, így félbeszakítalak, mert mostában a csébe folyamatosan az van, hogy MMN, ahol ugye nincsen tétje, tehát semmi tétje nincsen, hogy most egy matchmakinget valaki megnyer, vagy nem. Mi ott futunk bele később a csalóba folyamatosan. Igen. Na majd a cséről is azt is vesézzük ki. Na és akkor csak most így felépítem a korszakomat, hogy keveredtem be. Ez nekem is érdekes egyébként, mert én sem feszegettem sokáig, hogy már most kerültem ide ahova. És aztán kódba csaltam, ott egyszer lebuktam egy varon, hogy radarozok. És aztán úgy kódba, hát ugye akkor fiatal voltam, 10 éves, és akkor ugye én 30 pluszosokkal játszottam, és azonnal repültem, mint a szar, minden, elterjedt a hírem. Egyébként annyira elterjedt a hírem, hogy akkor kezdtem el 1-6-ra rátérni, és 1-6-ban megtaláltak, 1-6-ban volt egy ilyen klán, Holvim, azt hiszem ez volt a neve, nem tudom, ismered-e. Nem. Nekik volt több szerújuk, és ott... Elég magas, majdnem főadmin rangig eljutottam. Persze non-steamesen, akkor még nem voltam steames. És ott, amikor ott voltam helper, úgy volt, hogy volt ilyen segítő, moderátor, admin, admin 1, 2, 3, és akkor helper, és azután főadmin. Szóval elég nagy admin voltam, mert ott azért sok évet játszottam. Akkor ott helperként, amikor ott voltam, játszottam, akkor jött föl egy srác, és rám írt, hogy mert ugyanazon a néven játszottam, mert ennyi eszem se volt, hogy nevet változtassak, hogy téged ismerlek Code4-ből, és akkor tudod, azt hittem, hogy valami ismerős lesz, vagy valami, és akkor nyilván csak elkezdett beolvasni, hogy a anyámat, meg stb., mert hogy aimoztam egyszer, vagy valami ilyesmi volt. Uh-huh. Ja nem, azt hiszem, ők ellen csaltam le, vagy valami ilyesmi volt, igen. Uh-huh. Hát nem voltam büszke magamra, az tény, tehát ezeket nem... Kodják a hátosok, gondolkodik, mikor térünk már a kurva lényegre, tehát ezt az embert hívtam interjú, és itt kell ülnöm. Nem úgy mondom most, nem úgy szeretnék feltűnni, mint hogy hú, de fasza voltam, mert megnyertünk minden csalással, és mindenki elbukott. Az biztos, hogy bocsánatot kértem akkor tőle, de hát nyilván nem fogadta el, ami érthető. És egy hatot pörgettem, igen, ott a Holvimon. Egyébként érdekes, hogy két helper volt. Én voltam az egyik helper ezen a szerver, mi ez, szerver tömegen, vagy hát több szerver, mindegy, ennél a klánnál valami. És a másik helper... Nem baj, végignézzük. Tök minden mennyire unalmas, végig kell néznünk. Egyszer úgyis rátér a lényegre, nem? Azt mondta. Helper srác, akivel így jóba voltam online, azzal kiderült később, hogy egyébként osztálytársak lettünk gimnáziumban. Uh-huh. Ki a faszomat ért? Bocsánat! Ez egyébként egy vicces történet volt így. Vicces történet volt. Kiderült, hogy ő is azért néha VH-zgatott, meg én is, úgyhogy azért magas szintű adminok voltunk. Hát ezekről is megvan a magam véleménye, az ilyen pub szerverekről. Kérdezzük merre? És kodban is, adminok, minden. Ez egy más téma. És akkor közben a C1-6 mellett még pörgettem, akkor már steamesek voltak a Call of Duty-k. Akkor jött be körülbelül a Modern Warfare 2, igen, a 2. Nem, akkor jött be a 3, bocsánat, a Modern Warfare 3. Na, ott a Modern Warfare 3, ez egy kurva jó játék. És akkor elkezdtem Modern Warfare 3-ba csalni Steamen, és ott kaptam meg az első vacbonom, ez... Fun fact, én is abba kaptam meg az elsőt. Azt tudni kell, hogy nagyon sok fiókom van, ami vacos. De nem azért, mert nem csaltunk, hanem csak is, nyilván csaltam, fanoltunk és tesztelgettem szerveren is, stb. Én voltam a host. És ez a vac, van egy olyan, amin azt írja ki csak más Steam, hogy multiple vac van, az a record, szóval nem tudom pontosan hányban sok. És azon van ez a Call of Duty-s vac. Nem tudom pontosan hányban sok. Rámész a Steam fiókodra és kírja, by the way, amúgy, hogyha be vagy lépve, most nem fogok ezért belépni abba a fiókomba, mint gyűjtögettem a vacokat, de rámész és kírja. Tehát
Mi? Vagy nem, nem azon, nem tudom, annyi akkon van, amúgy fel vannak írva egy jegyzetembe talán, hogy mennyi van, 20 plusz az biztos. Uh-huh. Én nem vagyok büszke még mindig, csak mondom, hogy milyen úton megyek át, hogy, hogy mikor nő be az ember feje lágya, hogy, hogy rájön, hogy ez amúgy így nem jó. És szóval ezt azért tudom belülni, mert ez a Modern Warfare 3-as volt az első ilyen bannom, amikor ugye a Steam vacolt, és akkor még kiskölökként azt értettem, hogy mi az a vac. Emlékszem, apukám fiókja volt egyébként ez a Steam fiók. Kaptam is tőle rendesen, hogy bannolták. És így ő sem nagyon tudta, hogy mi az a vac, aztán később rájöttünk, hogy az örökös meg nem feloltató, stb. Ez már és bőven... bocs, hogy közbe vágok ki pillanatra, hogy vele beszéltél akkor erről, vagy ő hogy viszonyult ahhoz, hogy te csalsz? Jött és szétvert az arcomat, azóta sincsen meg a fogaim. Apukám? Igen. Hát ő úgy volt, hogy már Call of Duty 4-ben ő egy magyar vállalatnál dolgozik. Uh-huh. És nekik ott a cégnél mindenki Call of Duty 4-ezett, uh-huh. és megcsinálták a saját pályájukat. Volt egy saját szerverük, egyébként elég híres szerver volt, mindig tele volt szinte. Még volt, hogy én se tudtam fölmenni. Na. És megcsináltak a saját pályájukat, és az volt a baj, hogy ott is csaltam. És ott nyilván a apukám fiúkjaival játszottam, és így azt hitték, hogy ő csal. Nyilván tudták, hogy nem merén játszottam, és így már ott egyszer kibuktam, hogy a szerverükön csaltam, csak így minden nap közben. És akkor elmondta a kollégája neki. Szóval így tudta, igen, tehát, tudod, kiskorban ez úgy működött, hogy eltiltott a géptől esetleg ennyi. És így, uh-huh. igen. Aztán később nem adta oda a fiókjait. Egyébként ez mai napig szinte így van. Ugye most már én informatikus vagyok hivatalosan, és azt végeztem is. És mai napig nem nagyon szereti apa, hogyha a fiókjaiba mászkálok bármelyik bármibe. Uh-huh. Szóval ez így megpecsételte a jövőt. Most akkor hány éves az emberünk? Mert én úgy tudom, hogy most azt mondta, hogy egy kodos korszakból van. Tehát valószínűleg idősebb, mint én. Hangja alapján nem tudom belőni, mert hangtorzítózik, de hogyha mai napig belépked az apjának a fiókjaiba, vagy szeretne, akkor nem lehet olyan idős. Szerintem ez kamu? Vagy nem tudom. És hát igen, így híre ment. És így tudta ő is igazából. És nem tetszett neki természetesen. Nagyon kiboltborúvá fogalmazunk ki. És akkor Modern Warfare 3-nál. Most megkaptam életem első vacbanyát. Erre azért emlékszem, mert a Steam ugye írja, hogy hány napja volt, ilyen nagyon rég volt, körülbelül 1000 plusz, de talán ilyen 1300-4500 napja. 1300-4500 napja kapta meg az első vacbanyát. Days to years. Az 4 éve volt. Az lófasz. De 4 éve már rég halott volt a Modern Warfare 3. 4 éve már rég halott volt a játék. Meg milyen Codename szerver? Nem létezik olyan magyar Codename szerver, ami tele lenne, tele lett volna 4 éve. Hülyeségeket beszél az ember. Hát van olyan cségó vacom, ami öregebb ennél, amit mondott. Mi a faszomra beszél? Torz is vissza a hangját Vegasba. Kit érdekel őszintén, Montix? Szarok bele, hogy milyen hangja van. Nem ma. Valószínűleg kb. Olyan, mint az enyém. És akkor hiszem, hogy olyan nagy végre felhagytam ezekkel a hülyeségekkel. Egy hatosztam tovább, és aztán jött a gimnáziumot, abba maradt. Az egy hadát értem a Go-ra. De most a Go-ban az elég érdekes volt, mert én szerettem volna mindig is nem profi, de egy jobb játékos. Nekem nincsenek és nem is voltak e-sport álmaim. Tehát nekem sose volt az a álmom, igen, hogy egy Dreamhack-en részt vegyek, vagy valami. Én tudtam, hogy nem vagyok ahhoz elég jó, illetve nem is szeretnék ennyi időt ráfordítani egy játékra, hogy én oda kerüljek. És elkezdtem Go-zni. Körülbelül olyan 7 évet, 6-ot játszhattam vele. Most mikor? Hát az 13-4-be jött ki a Go, nem tudom. Hát azt hiszem 12-be kijött már. Akkor kezdtem el, amikor még valami sas volt, azt hiszem a legnagyobb rang, tehát még a globál nem volt benne. Ha volt ilyen, nem? Nem. De már rögtön úgy jött ki, hogy globálig ment a rendszer. Lényeg, hogy tudja, miről beszél, amúgy, mert nem azért. Meg Kodiak is tudja, miről beszél, hogy 2012-be kijött a Go.
Ott azért még nem jött ki. Azért voltak ilyen closed beta meg ilyenek, nem? Csak én voltam sasik, mert nem tudom. Nagyon béna voltam, nem is értettem, az biztos. Csak volt egy osztálytársam, ez még általános iskola vége volt. Vagy nem, már gimnázium, nem tudom, valami. Mindegy, egy lány osztálytársam volt, és ő elég jól játszott, és ő vonzott be így a kóba. Uh-huh. De csak infernót nyomtunk, azt tudom. Aha. Mert nekem a... Kit érdekel a lány osztálytársadnak, hogy milyen mapon játszottatok? Faszom se érdekli, ki a gecim kérdezte? Hogy lehet komolyan venni ezt a videót, bazd meg? 11 percen nézem, és semmi nem hangzott el. Köszönjük, én nem azt mondom, hogy én lennék a legmegfelelőbb ember, hogy a cheatekről, meg a faszom tudja, miről beszéljek, hogy ilyen témakörről beszélek, de... Bazdik, akkor inkább engem hívjon meg, mert én meg ott vagyok a magyar YouTube-on, és én voltam az az ember, aki először csinálta ezt, úgy, hogy nem kibaszott undorító szinten átbaszva az embereket. Adtam hozzá nevem, adtam hozzá minden. Tudnék válaszolni a kurva kérdésekre, névvel, arca, bármivel, és idehív egy ilyen full random no-name embert, aki össze-vissza beszél, összefüggés nélkül, kerüli a kérdéseket, semmi nem történt a videóban. Esküszöm, inkább HVH gameplayt élvezem, bazd meg. 1-6-ból nem maradtak meg a pályák úgy góba, tehát én Infernót azt góba ismertem meg, tehát hiába aha. Volt 1-6-ba, 1-6-ba se ismertem, mert én 1-6-ba csak ilyen pubokon tudott, bunny hoppoltam körbe, a mappon, a Family Guy-os mappon, meg ilyesmi, gejtően jöztünk el. Ilyen fanszervereken játszottam, aha. Meg hát olyanokon voltam adni. És akkor góba elkezdtünk játszogatni, még az eleje, ott még mentek a magyar kupák, hát akkor még itt elég kemény arcok voltak itthon, nem is tudom, mik voltak. Vissza. Még az eleje, ott még mentek a magyar kupák, hát akkor még itt elég kemény arcok voltak itthon, nem is tudom, mik voltak. kemény csapatok voltak, de hát ezeket jobban tudod, ez biztos. Hát én mindig alul voltam, annyira nem voltam jó csapatban, se nem is voltunk sose annyira jók. És játszogattam itthon elég sokat, de ezek tiszta játékok egyébként, tehát hogy 4-5 évig semmi cheathez nem nyúltam a góban. És hát visszavezetve nem is tudom, hogy mikor kezdtem el igazán így csalni, vagy micsoda. A góban csalni az biztos, hogy ami egyébként egy kicsit off topic, de szerintem megemlíteni szeretném, hogy a lelkemet is letisztázzam, bár letisztáztam pár emberrel már ezeket, szkemmeltem, az 7 centség. Tehát volt olyan, hogy egy kész szkemeltem egy embertől. Egyébként így utólag letisztázva a témát, minden item visszakerült a jogos tulajdonosához. Valószínűleg visszakerült a jogos tulajdonosához minden item. Igen, a Steamhez szerintem, amikor kibanolták a fiókot. Vagy én adtam vissza, vagy... Amúgy ennél még tényleg tényleg is összeszedettem, már beszélni róla. Én ismerem a Kristófot. Én ezt komolyan mondom, hogy szerintem ennél még tényleg is jobb lenne ebben a videóban. Halál komolyan mondom. Pedig más úton, de visszakerült. Nem rendőrségi úton, de voltak durvább, zökkenősebb utak, de minden, amit eltulajdonítottam másra, az visszakerült hozzá. Igen, mondjuk már. És így a szkemmeléssel kezdődött. Utána ugye felidéződött a múltam. Alapvetően nem voltam e-sport játékos csében, tehát tényleg csapat ellen, taktikai szinten nem voltam jó, viszont azért ki tudtam vinni a játékot, azért globálik, mindig kimentem meg MM-be, de hát most egy MM az semmi, Faceit-be is ilyen level 6-7-ig, de tovább nem mentem, tehát annyira nem voltam jó. És aztán elkezdtem azzal foglalkozni, hogy akkokat húztam ki és adtam el, és ugye már ez hivatalosan nem törvényes, mármint hogy nem törvényes, hanem a Steam ellen megy, ugye a Steam jogjai ellen. Igen, azt meg... Terms of Service-nek hívják, és igen, az akunt cserebere, meg az akunt elrúlás az... az ilyen. A bitrate-et kicsit följebb húzom, bár szerintem teljesen felesleges. Nem hiszem, hogy szar lenne a stream minősége, de felraktam egy kicsit még magasabbra. Megkérdezhetem, hogy ez csalással, vagy csalás nélkül? Na igen, is, és itt akartam folytatni, hogy is. Itt fontos volt, és erre majd rátérünk most már lassan, mert hogy én most már csak a Tarkóval foglalkozok,
Ha azt hiszem, az sem túl messze tőled, mert mintha láttam volna, igen. Te is azért... Arra is rátérhetünk majd. Ja. Ott már azért konkrétabb információim lesznek. És ez fontos tudni, hogy aki ilyen boost service-t vesz bármilyen játékban, most igazából a Tarkov és a Chait tudom mondani, azok 80%-ban csalással teljesítik pár nap alatt a ígérteket. Aha. 4 óra alatt húztam ki egyszer egy Silver Elite srácot globálig. És azóta is globál amúgy. De... ja... easy. Azt kell mondjam. Nekem is volt ilyen boost szervizem. Mondjuk én nem cheat-tel csináltam, hanem Vertigo boost-tal, ami megint más. De szerintem ez a figura nem fog erről beszélni, mert azt se tudja, hogy mi az a Vertigo boost. De van azért megbízható oldal, nem reklámozok senkit, de vannak meg, nem is tudom, hogy már megvannak-e még, de vannak megbízható oldalak, akik tényleg úgy boostolnak föl mondjuk kalából globába, hogy nem csalnak, vagy ha csalnak, nagyon minimálisan. Ez például voltak ilyen kis trükkök rá, behívott egy második haverját a boostoló ember, behívott egy ismerősét, és az ismerőse csak radarozott, és csak infózott. Ergo, ha elkapják, akkor őt kapják el, és nem a boostolandó fiók lesz kitiltva. Ja. Így a vásárló bét. Tehát, hogy attól függetlenül, mert ez fekete piac, úgymond, mert én így szoktam hívni, hogy ez fekete piac, ez az egész csítes téma, attól függetlenül a vásárló az itt... Fekete piac, bazik, az énver számlát ad, hogyha megveszed a szabot, a cheatre. A legtöbb cheat számlát ad arról, hogy te megvetted a cheatet. Ez hol fekete piac? Legálisan működnek ezek az oldalak. Itt is vásárló, megrendelő és szolgáltató kapcsolat van, tehát azért próbálnak... akármennyire is csalók, meg rossz emberek az ilyenek, próbálnak figyelni arra, hogy amit kifizet valaki, az ne legyen átverés. Persze, mivel fekete piac, nincsenek törvények, nem is lehet senkinek szólni, ha átvernek, mert te is egy csalást igényeltél, ergo nagyon sok a scammer, és de ezeket kivédik már jobban, na majd erre a Tarkovnál rátérünk. És akkor Chaitbe is elkezdtem cheatelni. Négy. Ott sose aimoztam. Az aim az tőlem nagyon messze állt, mert abban tényleg nem volt élvezet, ez is semmi. Nem azt mondom, hogy a Warhack-ben volt élvezet, de hogy ez egy kicsit úgy élvezetesebb, ha próbálod rejteni. De ha nem volt benne élvezet, akkor miért csinálod? Mármint, hogy nem értem. Láttam, nem követem már a Chait egy olyan 3-4 éve biztosan, de így néha-néha te videót is feldobja, vagy egy streamban, vagy valami nagy esemény, belenézek. Nem? Azt mondja, hogy 3-4 éve nem követi a Chait, de 4 éve kapta meg az első vacbonnyát. És azt mondta, hogy van nagyon sok vacos fiókja. Mi? Hogyan? Hogy a faszomba? Ez ember egy időutazó. De Kodiakra nem gondoltam, hogy ezt a videót nem kéne felrakni. Én Kodiakot egy értelmes embernek tartom. Semmi bajom nincsen vele. Értem, hogy mémeltük, hogy alszik, a felesége meg ilyen fasságok. Mémeltük, vicces, poén. Még lehet, hogy talán ő is nevetne rajta. Nem ez a lényeg. Bazeg, egy időutazó emberrel beszélünk, ilyeneket mond az emberre. Hogy a faszom mellett ezt komolyan venni? Mi a faszom, nem kérdez vissza? Nem végig, csak bele. Volt... Ja, de Kulinak a tolószékes profilkép az azért volt mém, mert azt ő rakta ki. Azt a profilképet, azt ők csinálták, azt ő használta. Innentől kezdve én nem tartom azt, hogy is mondjam, úgymond annyira sértőnek, hogy én azt mondom, hogy ők tolószékesek. Ezt a mémet, ezt ők találták ki. Tehát most én ahogy azt mondom, hogy tolószékes, az, meg hogy tolószéke jön fel a szerverre, az szerintem egy olyan poén, amit még akár, amin szerintem ők is nevettek. Hát nem véletlen tette ki ezt a profilképet. Valami magyar játékos, úgy emlékszem, Jungle Ball-t AVP-vel Mirázson, és a Palasz nézte ilyen... Jungle Ball-t AVP-vel Mirázson, és a faszomat nézte, kit érdekel? Pixelen előtte, haladjunk. Egy magyar játékos. Ja, szerintem Matti lesz, igen. Igen, igen, csak nem akartam megnevezni. És elég is tiltották, most nem tudom annak az ügynek is mi lett a kimenetele, de egy ilyesmi szintű csalás az már egy kicsit érdekesebb, amikor próbálod leplezni a wallhacket. Amit egyébként Chaitben nagyon nehéz szerintem. Nagyon nehéz, mert egy nem tapasztalt játékos nyilván nem is tudja leplezni a wallhacket, mert nem tapasztalt, ergo nem is tudná, hogy a... Hát, hogy hogyan működnek, és hogy mekkora piaca van a csalásoknak. Így erre vagyok kíváncsi, hogy hogyan működnek a cheatek. Én ezt akarom hallani.
csalás nélkül hova kéne nézni, mit kéne tartani, stb. A tapasztalt, mondjuk mint te, pedig azért nem tudná leplezni a csalását, mert ő meg már tudja, hogy mit kéne tenni, és neki meg fura lenne, hogyha alapból látna az ellenfele. Ergo, aki tényleg úgy csal, mondjuk, mit tudom én. Szia, Bibi! Olof Meister csal egész életében, és sose derült ki. Akkor ő tényleg egy tehetséges játékos, és azt mondom, hogy az keményen megcsinálta, hogy nem derült ki, és tényleg. Na és akkor Tarkov. Na Tarkov. Hát ez egy durva sztori, mert én még Csében kezdtem a cheat fejlesztéssel foglalkozni. Ugye a cheat pészteléssel, hogy javítsanak ki, öreg. Mindig is az informatikai gimnáziumot végeztem, és azon belül is a programozás. A játék programozás kifejezetten nem érdekel, a játékfejlesztés inkább ilyen... Biztos nagy programozom, hogyha az előbb azt mondta, hogy ő hivatalosan informatikus. Tehát akkor miért nem azt mondta, hogy ő programozó? Miért azt mondta, hogy én informatikus vagyok? Szerintem ő nem végzett programozóként, de biztos. Automatizációs feladatok, stb. De C nyelvben és a C nyelv változataiban C-sharp, C++, esetleg ilyesmik, esetleg Python, bár ezt nem nagyon használják, bármi megvalósítható, és ez igaz. Tehát jelenleg olvastam olyat is, hogy teleport hack van C-be, vagy valami ilyesmi. Megadom magam. Tehát ilyen nagyon szélsőséges dolgok elvileg nem valósíthatóak meg. Gyakorlatilag megvalósíthatóak lennének, de egy kívülálló személy, aki nem dolgozik. Teleport hack szerintem körülbelül 2 hónapig volt, aztán patchelték. Voltak ilyen időszakok, amikor volt server crasher, meg teleport hack, de mindig hamar patchelték őket. Mert nagyon durva dolog volt ez. Ezért patchelték őket, mert ez egy olyan dolog volt, ami már nem maradhatott meg annyira játékban, ne patcheljék. Az aimot meg a VH-t leszarják az öregek, mert így is veszik az emberek a játékot. ...dolgozik a C-nek, a Valve-nak, aki nem ismeri a forráskódot, a szerver útját, stb. Jó volt az autózás, az valószínűleg ezt nem tudja megcsinálni. És C-ben elkezdtem ezzel foglalkozni. Hát azért ott volt a scammer múltam, hogy mindenkit lehúzok. Az elején nyilván én is beálltam a scammerek közé, hogy megcsináltam a cheat-et. A cheat ugyan működött, viszont a vacot nem nagyon ütött át. Bár volt még így is, hogy egy hét után vacolták, tehát hogy úgy, hogy nem volt bypassom, ezt bypassnak hívják a cheateknél, hogy ugye az anti-cheaten átmegy a cheat, és nem veszi észre az anti-cheat. Ilyen nem volt az én cheatemen, és még így is volt, hogy csak egy hét után vacoltak valakit. És így ergo így lehúztam az embereket pénzzel. Bocs, egy kicsit azt kérdezném ehhez kapcsolódóan, hogy amikor a cheated tehát szerintem sem felfedezték, tehát Patrick. Voltak itt vacoltak, akkor mindenkit vacoltak, aki használta ezt a cheatet, vagy csak azt az egy embert, aki... Uh-huh. Csak azért vagyok kíváncsi erre, mert ugye, hogy hogyan működik a vac, hogy amikor felismer egyfajta signature-t, ami akkor azzal ad, mit tudom én, beazonosítja az adott cheatet, és akkor bárhol, ahol ezt a dolgot észreveszi, akkor azokat mind vacolja, vagy... Nem, a Kodiak szerintem jobban ért hozzá, mint az emberünk amúgy. Olyan szavakat használ, hogy nem gondoltam volna, hogy mond ilyet. Olyan fasz. Értem a kérdést. Ez pont érdekes, mert a vacnak a működését teljesen én sem értem, de nem vacoltak mindenkit, az 100%. Miért nem? Ezt most... Na, hogy ne érteném? Ki nem érti a vacnak a működését? Azt mondja, érti a kérdést, de mégis értett a kérdést. Nem érti a maszk működését, nem érti, nem ért semmit, minek lehet meghívva. A Pali nem tud semmit. Egyszerűen bolond. Tehát volt olyan, aki még előtte kapta a vacot. Ufja, a dollár. Ott valaki utána, de ilyen napos vagy hetes eltérések is voltak. Aha, tehát egyesével nézegette ezeket. Az biztos, hogy az anti-cheatek közül én jelenleg a vacot tartom a leggyengébbnek, hiszen a VATS, vannak nagyon sok cheater fórum, és az ilyen cheater fórumokon a scammereket általában kiszűrik, mert ugye itt adják el a cheateket, tehát aki csalni akar, úgyhogy ne bukjon le, az nem fog ingyenes cheatet letölteni, mert az ingyenes cheatek általában max. Egy hetet bír az ember. Uh-huh. Jó. Ismerek embert, aki már egy éve
crackelt cheatet használ, ami ingyenesen elérhető, és nem basznák még ki. Na, na, erre mit mondatok? Több mint egy év elérhető What's Bypass van interneten. Nem mondom meg, hogy hol egyértelműen, de rá kell keresni a Google-en. Tehát, what the fuck, dude? Nem foglalkoznak a játékkal eléggé, ez egyértelmű. Meg magával a Steam-mel sem. Az előbb még akartam mondani valamit, hogy nem is tudom, amit mondott. Próbálok én is hozzátenni valamit ez a videóhoz, hogy legalább ti megértsétek azt, amit próbál a Pali elmagyarázni, vagy nem elmagyarázni. Hogy legalább... Ja. Így. Legalább valamit tegyek hozzá. Nem tudom. Eddig kibaszott érdekes ez a videó. Igen, a WAC-ra akartam rátérni, hogy... Alapvetően vannak WAC wave-ek, WAC hullámok, és ez úgy működik, hogy a WAC érzékel egy cheatet, akkor nem egyből bassza ki azokat a felhasználókat, akik ezt használták, hanem vár egy bizonyos ideig, hogy amikor az a cheat detected lett, ugye visszamenőleg nem lehet detektelni azokat, akik használták alapvetően, mert miért is lehetne? De amikor egyszer detected lesz egy cheat, az nem azt jelenti, hogy azzal ki is fognak bannolni. Onnantól kezdve detected a cheat, téged kibannolhatnak. Tehát itt az idővonal. Csaltál sokáig, tegyük fel, abba hagyod januárba. Februárban detected lesz a cheat. Az akuntodnak semmi baja nem lesz. De hát a februárban is csalsz, mondjuk február végén abba hagyod. Márciusban jön egy WAC hullám, ugyanúgy megkaphatod azt abban a WAC hullámban a te WAC bannodat, mindenki mással együtt, aki használta abban az időszakban a cheatet, amikor detected volt. Ilyenkor a developerek csinálnak egy update-et a cheatre, ami ugye megint undetected-é teszi a cheatet. Legtöbbször ez nem történik meg, mert a cheateket hamarabb update-elik, és nem tudnak olyan gyorsan a developerek, a játék developerek reflektálni. Most a te nézőid általában a csénézők, és csében vannak ilyen easy frags, azt hiszem, meg ilyesmi cheatek, amik tényleg undetectedek és ingyenesek, de előbb-utóbb azt is ki fogják dobni, de a pénzes cheatek, azokat update-edik folyamatosan, és szinte... Az easy frags az mikor volt undetected amúgy? Soha. Hatatlanok. Meg amúgy az sem ingyenes cheat, hanem van demo verziója. Az is egy fizetős cheat, ami ugyanúgy jól működik. Ha kifizeted a pénzt, ami amúgy faszom, hogy pár dollárba került. Tehát... És az ilyen fórumokon, akik adják, veszik ezek a cheateket, akik adnak el, azokat kiszűrik. Néha ID-t kell föltölteni, néha, mit tudom én, x éve tagnak kell lenned, giveaway-eket csinálnod, tehát hogy ne legyél scammer, így biztosítják a vevőt arra, hogy nem fog átbaszni. Uh-huh. És szóval a WAC az számomra a leggyengébb anti-cheat, ami viszont jó, a Battle Eye, meg ilyesmi, azt hiszem a Riotnek van valami Vanguard, igen. Tudom, igen. Az egy erősebb téma, a Riot. A Riotnek a Vanguardja, az arról nem tudok sokat, mert azzal nem foglalkozok, még a játékokkal, a Riot game-ekkel se játszok, LOL-al se semmiben. Így arról nem tudok semmit nagyon mondani, de az biztos, hogy a Riotnek a Vanguardja az egy szokványos anti-cheatekhez képest másként működik. Illetve a Tarkovnak a Batulai van Tarkovban, az... Nem tudja milyen anti-cheat van a játékban, amire specializálódott állítólag, hogy ő most már csak Tarkovval foglalkozik, és Tarkovra fejleszt cheateket. Szeretném megjegyezni, ő fejleszt cheateket, és nem tudja, hogy mi az az anti-cheat, amit bypass-elni kell. Hogy a faszomba fejleszt egy cheatet, ha nem tudja az anti-cheat nevét? Én ezt nem tudom felfogni! Engem ez a videó felbasz! Ki égek, geci? Megkérdőjelezem, ennek az embernek van agya? Voltam. Behúgyozom! Én tudom, hogy az van, igen. Igen. Az egy okos megoldás egyébként. Tehát most visszatértem tarkovozni én is, csak is most
Én amióta fejlesztek cheateket, nem használok cheateket. Tarkovban... Mármint, hogy nem használsz, de sajátodat használod, vagy az se? Nem, dehogyis. Nem! Ne fejleszti, ne se teszteli! Ha működik, működik, ha nem, tesztelni se kell. Mi a faszomnak, érted? Valaki megveszi, azt már letesztelik, érted? Hát minek, érted? Faszom, rajzolok Paintbe egy izét, egy darab szart, átírom a PNG-t DLR-re, beinjektálom a játékba, aztán mehet. Már nem fejlesztek egyébként cheateket. Aha, aha. De nem használom a sajátomat, se használtam, maximum tesztelésre, de azok meg offline tesztelések általában. A Tarkovban nem tudom, hogy hogyan tudsz offline tesztelni amúgy, mert ez egy online játék, tudtam ma. De oké, tehát a menübe lehet tesztelni. Biztos, hogy a menübe tesztelt. A Tarkovban van offline mód. Nem, soha nem tarkovoztam. Srácok, chat, a Tarkovban meg lehet oldani, hogy offline játszál? Úgyhogy nincs internet kábel a gépedbe dugva. Be tudsz egyáltalán tölteni úgy bármilyen mapot? Van. Azt mondják, hogy van. Jó. Akkor offline teszteltet tegyük fel. Jó. Oké. Uh-huh. És a Tarkov az a szívemhez egy nagyon közel álló játék, azért se szeretnék benne nagyon csalni, mert tényleg kiskoromban volt egy meghatározó játék, mondjuk egy GTA, amikor RP-ztem rajta, az nagyon jól esett a szívemnek, még ilyesmi. Ha kiskorában GTA-ban RP-zett, mikor jött ki az első CMTA, vagy bármelyik RP-szerver? Számpra gondol, akkor ott mondjuk... volt már, igen. Mondjuk ez most nem jött eszembe, hogy Samp is volt. Ja, tényleg, ott nekem is volt szerverem mondjuk, és lehettem, vagy 12 éves. Ja, mondjuk ez lehet. Azóta nekem nem volt olyan játék, amit nem élvezettel, hanem konkrétan beleívéssel és így szeretetből játszok vele, és a Tarkov ez megadja nekem. És a Tarkovot iszonyatosan szeretem, nagyon sokat is játszok vele egyébként. És ebben nem szeretek cheatálni, viszont azért van benne egy kemény cheat réteg, sőt, ugye mivel nincsen kilkem semmi, így általában azt mondják, hogy azért a 10-ből a legalább a fele, aki lelő, az csal, de azért ez szerintem ennyire nem kritikus. Szóval a Tarkov, és akkor a Tarkov cheatek. Hát ez egy fura történet, mert van egy, hát a legnagyobb Tarkov cheat producer, van egy ilyen oldal, nem ez az oldal neve, nyilván nem mondom ki az oldal nevét, ne hirdessük őket. Uh-huh. Ők mögöttük egy kisebb csapat áll, legyen 10-15 fő. Volt szerencsém dolgozni nekik, végül is így dolgozni nekik, de inkább beszélgetni velük. És ők, náluk nagyon sok a vásárló, egyébként most is fenn vagyok a Discordjukon. Mindjárt megnézem. Közben nyomok egy fényt, mert nagyon sötét. Hát most egy 413 tagjuk van. Ez a 413 tag, ez olyan tag, hogy licenszelt tagok, tehát jelenleg rendelkeznek előfizetéssel a cheatre. Uh-huh. A szerveren egyébként nem tudom, több ezren vannak. De egy 413 tag van most, akinek van előfizetése a csalásra. És ez az oldal például... Kodiák addig beszélt eddig a videóban, talán háromszor kérdezett eddig? Ők egyébként szinte az összes FPS játékba biztosítanak csalást. Apex, PUBG, összes Call of Duty, a Warzone, ők egyébként nagyon drágán, de a Valorantra is adnak undetected, minden game-re tényleg adnak csalást. És az a szép ebben, hogy mögötte igazából 10 ember áll, úgyhogy több játékra adnak csalást, mint amennyien ők dolgoznak. Tehát gyönyörű munkát végeznek egyébként, hatalmasan nagy tudású fejlesztők. És ők például a Tarkov, hogy most kitérjünk a Tarkovról, mert itt lehet megérteni igazán egy cheat működését és miértjét, mert a Tarkovról tudok beszélni. Tarkovban nekik van többféle cheatjük. Van sima nyilván, wallhack, aimos, minden az egyben, stb. Van a legdurvább cheatjük, ami minden, ami technológiát tudnak a Tarkovban, az benne van abban a cheatben. Viszont azt a cheatet például nem veheti meg senki, csak aki verifájolva van az oldalukon. Ez náluk, ez a verify, ez úgy néz ki, hogy azt hiszem 2 évet kell lehúznod náluk, úgyhogy 2 évet aktív tagnak kell lenned, tehát a Discordjukon, illetve a fórumokon aktívnak kell lenned, esetleg giveaway-eket kell csinálnod, venned cheatet természetesen, és 2 év után
jelentkezhetsz, nem garantált, csak jelentkezhetsz a brutális cheatre, hogy azt megvedd, nem a tarkóba, ez bármire. Tehát minden játékban van nekik olyan cheatjük, ami limited edition-os. Ennek szerintem semmi valóság alapja nincsen. Ennek semmi valóság alapja nincsen. Ennek biztos vagyok, hogy semmi valóság alapja nincsen. Még hogyha azt mondtam volna, hogy csak a Tarkovra, akkor talán azért elhiszem, mert nem tudok semmit a játékról. Tehát életemben nem játszottam a játékot, talán egyszer játszottam a játékkal, vagy kétszer. Annyi volt a karrieremben, hogy meghaltam. De szerintem semmi valóság alapja nincsen annak, amit mondod, hogy brutális cheat, és hogy ez ilyen nagyon privát, és erre úgy kell jelentkezni, és akkor nem biztos, hogy megkapod. Mikor térünk rá a valóságra, és még a videó felénél se vagyunk. Olyan, mintha már egy éve nézném. És ez csak az ilyen trusted people-ok vett. És ennyi ember lájkolta ezt. Azt látjátok? 3500 ember kedvelte ezt, és 46 embert is lájkolta csak? Ez hogy lehetséges? Ezt megnézték az emberek? Tehát volt ember, aki ezt végignézte, és azt mondta, hogy ez egy jó videó. Szerintem egy olyan ember, aki életében nem is tud semmit a cheatekről, mert az is észreveszi. Bazik, egyszerű matek. Hogy a faszomba? 1500 napos vacbanja van, de ő nem, meg akkor így, meg akkor úgy. Mi van? Nem értem. Sok jót kapott ez a videó? Ajaj. Vetik meg, akiket bevizsgálnak, meg nagyon régóta tagok. Ez azért van, pont az anti-cheat miatt. Mert esetleg kívülbélyeket a Csérről és a Valvos dolgokat, én nem tudok, hogy csinálnának ilyet. De a Tarkovnál csinálnak olyat a fejlesztők, hogy a fejlesztők vesznek meg cheatet saját pénzre, visszafejtik a forráskódot, és így ki tudnak egy cheatet likvidálni örökre a játékból. Uh-huh. Ami egyébként... Ez az örökre az túlzás, szerintem. De, oké. Okay. Ezt amúgy tényleg csinálják. Ez nem hülyeség. Még a forráskódot nem tudom, hogy lehet visszafejteni, tehát maximum a cheatnek a forráskódját fejtik vissza, hogy akkor már beszéljünk normálisan, ne pedig hülyeséget. Igen, hogyha a fejlesztők megvesznek egy cheatet, akkor azt valószínűleg vissza lehet fejteni valamilyen szinten, hogyha értenek hozzá, és hogyha megcsináltak egy játékot, akkor valószínűleg értenek hozzá valamilyen szinten. De igen, van benne sok védelem, és ja, ez nem egy ilyen hú, de könnyű dolog, tehát hogy olyan könnyű lenne, akkor meg lehetne csinálni mindent könnyen. De ez nem egy ilyen könnyű dolog. Amúgy ezt a Chego developerek is csinálják, ezt a legtöbb játék developerei csinálják. Mondjuk a Chegonál elég kétes, de mindegy. Tök jó dolog, és ezt tökre kell csinálni mindenkinek. De... Ez a videó, ez pont az lesz, képzeld el. Ez a livestream, ez pont az, amit most kértél, és ezt most fel is fogom tenni YouTube-ra, tehát... Ja. Erre is most már van védekezés a cheat piacnak, a black marketnek. Az a fő probléma, vagy hogy a black market, ahogy én látom, mindig egy lépéssel a játékok előtt áll. És akkor van még a Tarkovnál különböző cheatek, te is fölmész, beregisztrálsz, megveheted. Ezek úgy működnek, hogy van egy saját launcherje a kiadónak, aki kiadja a cheatet, oda beloginolsz a kis belépőddel, és aztán, amikor megvetted, kaptál egy licenszkulcsot a cheathez, az beaktivált, és megy a cheat. Ezek a licenszkulcsok lehetnek egynaposak, egy hetesek, egy hónaposak, félévesek, évesek, örök életűek. És ki van találva nyilván az üzleti része is, mivel például az a cheat Tarkovba, amithez verifájolnod kell magad, és nagyon trusted embernek kell lenned, azt nem lehet például egy napra meg ilyesmire megvenni, azért, mert gondolják, hogy mivel te trusted vagy, ergo két éve csalsz náluk és veszed a termékeiket, így gondolják, hogy örökre meg akarod már azt venni, ergo azt például csak örökre lehet megvenni, brutális pénzbe kerül azt hiszem 7-800 dollárba, és... Ez kibaszott, és hülyeség, szerintem ez a cheat, amiről beszél, nem létezik. Én ezt nem tudom elhinni, hogy ilyen létezik. Lehet, hogy nem mond hülyeséget, de én ezt nem tudom elhinni, hogy ilyen létezik. Szerintem ez geci nagy hülyeség. Hogyha létezik, akkor sem. Szerintem ez nagyon nonsense. Ez kibaszott nonsense. Nem az, hogy kifizetne annyit érte, de... Nem, mi? Nem is értem.
és brutális pénziken is van, aki megveszi, tehát hogy vannak rávevők, sőt nem is egy. Viszont ezek limitált számúak. Azt hiszem Tarkovban ez a brutális cheat 7-800 dollárért, ez 10-15 főre van limitálva per fél év vagy per év. És hogyha valaki... Mi? 10-15 főre van limitálva per fél év, de örökös a cheat, nem? Ja, hogy úgy fél, ja, a fél éven te maximum annyi embert vesznek be, gondolom így gondolta, csak nem tud beszélni. Aki nem használja egy vagy hónapig, akkor értem. Megszűnik az előfizetése, mert úgy tekinti. Ha nem használja egy hónapig, megszűnik az előfizetése. Kifizetek valamiért 800 forintot, és egyszerűen fogja meg, és megszűnik, érted? Tönkre megy a gépem, beteg leszek, elmegyek nyaralni, vagy egyszerűen megunom a játékot, mondjuk nem akarok játszani egy hónapig, megszűnik az előfizetés, bazd meg. Ne, csaljál, geci! Nem csalsz, megszűnik. Ennyi. Mi? Hogy tudja hülyeségeket kitalálni az ember? Tik, mintha nem kéne. Ezek is ilyen biztonsági funkciók, hogy... Úgy veszik, mintha nem kéne. Ez egy biztonsági funkció. Ha megszűnik a használatod, te egy hónapig nem használod, akkor azt is gondolhatják, hogy te szivárogtatsz információt a anti-cheateknek, vagy a játékfejlesztőknek. Ha egy hónapig nem használod, hogy a faszomba szivárogtatnál információt róla, ha nem használod? Ha nem használod, az azt jelenti, hogy inaktív vagy, magyarul semmi információt nem tudsz róla szivárogtatni, hiszen nem vagy belépve, és én nem értem. Ezt tényleg nem értem. És ezért így védik magukat javarészt. És egyébként a cheat árakról brutális árak van. A Tarkovban a legolcsóbb cheat az most 16 euró egy napra. Tehát egy nap az most 16 euró. A cheat árakról azért így védik magukat javarészt. És egyébként a cheat árakról brutális árak van. A Tarkovban a legolcsóbb cheat az most 16 euró egy napra. Tarkovban a legolcsóbb cheat 16 euró egy napra. Oké. Okay. Escape from Tarkov pay to cheat. Sky cheats, escape from Tarkov, EFT hex. Zolda ez nem akar betölteni. Unknown cheats az nem jó. Temporarily closed, nem tudom. Na, selling cheat, 24 órás trial, azt írja 5 dollár. Azt írja, hogy a lifetime 30 euró. Mondjuk ez 2019-es poszt. Nem tudom. Itt látok ingyenes Tarkov cheateket is amúgy. Tele van vele az unknown cheats, source kódokkal együtt. Tehát bárki fejleszthet ilyet. Undetected EFT hack. Azt írja, mennyibe kerül? Nem akarom mutatni. 24 óra access, 15 dollár. De amúgy tényleg 15 dollár, azt írja. Lehet, hogy amúgy pont erről beszél. Nem tudom. Ez mennyire valid, de szerintem, ha úgy jobban utána néznék, biztos, hogy kb. Ugyanolyan árak vannak, mint a CEO-ban. Tehát egy napra 16 euró. Ez a legolcsóbb most jelenleg. De amúgy most is találtam. Tehát ez én 15 dollárosat találtam. Az olcsóbb. Mint a 15 euró, tudtam már. Ezért mit kap, aki megveszi? Miért van 16? Hát akkor miért? Mindegy. Hagyjuk. Hát, ezekre a témákra is rátérünk, hogy miért pont 16, akkor nagyon nagy dolgokat is meg lehetne kérdezni itt. Beregisztrál ingyensen, csak be kell regisztrálni egy e-mail címmel, egy fantázia névvel is megveheted 16 euróért. Nyilván ez már egy durvább szolgáltató, tehát ők minden játékhoz adnak cheateket, náluk már lehet elég sokféleképpen fizetni, bankkártyával, stb. De általában csak bitcoinnal és ilyesmikkel lehet fizetni az ilyen cheat oldalokon, vagy PayPal-lal. PayPal-lal, érted? Megadom. Nem tudom. Srácok, tegye fel a kezét, aki meg akar halni. Itt lennék. Csak bitcoinnal. Mit mondtam? Az énver számlát ad, és bármivel tudsz fizetni, és számlát ad. Akkor is számlát ad, a bitcoinnal fizetsz. És ha megveszed ezt 16 euróért a Tarkovba például egy napra, te akkor ugye 24 óráig, amikor megvetted, attól kezdve 24 óráig használtod, és konkrétan abba is mindent kapsz, annyi, hogy az annak a biztonsága
az is nagyon jó, tehát 90%-os. Én amikor ezeket teszteltem, akkor konkrétan a legolcsóbb csítjük a Tarkovban volt, hogy több mint fél évet futott, mire kibannoltak egy valakit vele. Viszont mint hogy érted, hogy tesztelted? Hát adtak, mert én ugye dolgoztam nekik, és akkor ilyenkor adnak licenszeket nyilván a készítőknek. Vagy hát... Azt mondja, hogy azokkal a nagy brutális fejlesztőkkel dolgozott ő, akik ezt a nagy brutális limited edition cheat-et adják. Ő ott dolgozott. Ebben a fantázia cégben, ami nem létezik. Ő ott dolgozott. Úgyhogy amúgy azt mondta, hogy már nem csinál ilyet, de úgy beszél róla, mintha ez a közelmúltban lenne. Nem is feltétlen kell licensz, hanem mostani rendszer, régen még kellett licenszet csinálnod magadnak, mostani rendszerben most már ugye a fiókoddal, ha belépsz, látja, hogy admin vagy, és akkor használhatod bármelyiket. Uh-huh. Tehát nem lehet bárki csak admin, tehát ez nem úgy megy, hogy jelentkezel és ilyesmi. Tehát nem kell nekik moderátor, meg ilyenek nem kellenek nekik, nekik csak fejlesztők kellenek. Aha. És, tehát akkor te használtad ezeket a cheat-eket, hogy tehát működőképes dolgok. Igen. Hogyne. Tarkovban brutális cheat-ek vannak. Tehát hogy a Tarkovot olyan szinten szét lehet csalni, ahogy csak lehet. Valószínűleg az... Szerintem a Cségó sokkal jobban szét lehet csalni. Szerintem a Tarkovban egyáltalán nincsenek brutális cheat-ek, mert kurva jó az anti-cheat-jük. A Cségóban konkrétan a Skyboxba olyan képet lehet berakni, amit szeretnél. Ha szeretnél, lehet a karaktered Pikachu, MMN, teszem hozzá. Lehet Minecraft pickax a kezedben, MMN, ha szeretnéd. Teszem hozzá MMN, amit Watts véd. Nem tudom, hogyha ez nem brutál, tehát ehhez képest, akkor nem tudom, mi a brutális. Tehát ehhez képest, Tarkovban, nem tudom, bazag, nem tudom. Vajon olyan cheat-et kitalált már az ember, hogy szerezzen magának mondjuk egy barátnőt, egy nőnek az érintését? Érezte már valaha ez az ember? Unity-nek köszönhető, mivel a Tarkov Unity engine-en fut. Ez van cheat? Ahogy olvastam, 2017-es vagy valamilyen Unity-re szeretnének upgrade-elni. Az lehet, hogy egy kicsit jobb lesz, mert ott már egy kicsit mások lesznek a források, és akkor lehet egy kicsit meg tudják a csalókat szigorítani, de a Tarkovból az a... A csalókat nem kell szigorítani, max az anti-cheaten kell szigorítani. A csalók azok már így is elég szigorúak, hát szigorú a test, nézd rám. De most bazeg, mi a fasz? Fő probléma, hogy alapvetően nézzük egy cheat működést és egy anti-cheatet. Mint egy versenyen, ugye van egy anti-cheat, meg egy cheat, egymás ellen játszanak. Általában ugye a cheatről mi jut eszébe az embernek, van egy exe file, letöltött, elindított, megy, pum. Anti-cheat pedig ugye keresi a processzeket, a feladatokat a számítógépeden, amik gyanúsnak tűnnek neki. Olyan gyanúsak például, ami a játékban ugye turkál a játék, nem fájai között, hanem a játéknak... Ez is geci nagy hülyeség. Ezt akartam mondani, hogy ki a faszom, nem létezik olyan cheat, ami external file-t futtat a háttérben úgy, hogy közben fut a játék és az anti-cheat is. És úgy mondja az ember, mintha az anti-cheat egy ember lenne, aki feladatkezelőt görget és nézi, van-e a cheat.exe. Csalás.exe. Ha van, akkor azt le kell állítani és ki kell bannolni. Ha nincs, akkor nincs probléma. Ezek a cheat-ek nem így működnek. És az anti-cheat-ek se így működnek. Egyáltalán, ez sokkal bonyolultabb. Geci, megadom magam, nem bírom! Tényleg. Ugye számítástechnika, elindítom a Tarkovot, akkor a Tarkov betölti a memóriámba a hülyeségeit, mindent, hogy betöltse a menüt, stb. És ami a RAM-omba be van töltve a memóriámba, ezek a processzek, mi az a táncol, ezek a játék dedikált fájai, tehát ezt a, ugye minden processzhez van egy dedikáció, hogy ezt a processzt a Windows felé, hogy ezt a processzt én vagyok a Batulai én indítottam el. Hogy ezt a processzt a Windows felé, hogy ezt a... Tedd már össze a mondatot, ember! És ilyeneket keres az anti-cheat, hogy a Batulai processzében mondjuk ott valaki turkál-e.
Uh-huh. És akkor ha ez megtalálja, akkor nyilván jelzi, nem azonnal vannak a bannók, azt tudni kell. Tehát ez Csére is igaz, Tarkovra is, minden játékra. Tehát lehet, hogy most délben te csalsz, és most észrevette az anticsit, hogy te csaltál délben, de lehet, hogy csak este fogod kapni a bant, vagy másnap, vagy egy hét múlva is, az is lehet. Ez azért van, mert az anticsit átfuttat több algoritmust, hogy te valóban csalsz-e, mi lehet az, amit csinálsz, mert lehet nyilván, vannak olyan tényezők is, amik befolyásolhatnak egy anticsitet. Manapság ez már nem jellemző, mivel az anticsitek már tényleg... Micsoda? Mi? Érzékel, hogy csalok, és visszaellenőrzi, több algoritmus lefuttat a gépem, hogy valóban csaltam-e? Hát nem most detektálta? Megadom magad. Miről beszélünk? Tényleg nagyon modernek, és ez nem befolyásolja, de most szélsőséges például egy Discord, vagy egy Overwolf-os overlay. Ugye az overlay is a játékodra vetíti rá azt, hogy ki beszél éppen DSP. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Máté! Itt a fizetésed, mert jó anticsit voltál. Kicsit visszatekerek 10 másodpercet. Mert elfelejtettem, mit mondott. Most szélsőséges például egy Discord, vagy egy Overwolf-os overlay. Ugye az overlay is a játékodra vetíti rá azt, hogy ki... Rá vetíti. Tehát mögöttem van itt az izőm, vetítőgép. És a Discordon, a Discord overlay rá vetíti a monitoromra, tehát akkor így nem érzékeli az anticsit. De hogyha, ugye a Discord az alapban egy Discord DLL fájt injektál a játékba, és az előhozható, ugye, előhozza, az rajta van a játékon, de az a játékban benne van, nem pedig rajta. Aztán rávetíti, az beleinjektálódik a játékba. Ezt így hívják, ez egy DLL fájl, ez benne van a Discord mappájában, ezt meg lehet keresni. Ebbe is lehet cheateket tenni. Így is lehet akár csalni. Ki beszél éppen TSM vagy Discordon. Uh-huh. Baba Boy. Ugyan nem módosítja a játék fájljait, de valamit csinál a játék fájljaival, hogy mégis rárakja a képernyődre. Ez ugye nem gyanús neki, de most ilyesmi példát tudtam felhozni. És akkor eldönti majd az anti-cheat, hogy ez gyanús-e vagy sem. Komodó. És nyilván vannak ilyen, ez egy ilyen több elágazódásos ciklus igazából, hogy te gyanúsnak tűnsz az anti-cheatnek, akkor elkezd kutakodni még jobban az anti-cheat, hogy mit csinálsz, mi fut a gépeden, stb. Vannak-e bedugva a perifériák, például perifériákat is nézi? Nincsenek bedugva perifériák, csak úgy megy a játék magától, nem? Faszom, billentyűzed, egér, ki a faszomnak kell? Ugye, bárki, aki egy kicsit tud programozni, nyitunk egy Visual Studiót, egy C nyelvet, és konkrétan a C nyelvben egy könyvtárat behívva, van egy olyan parancsolunk, hogy az összes processzt megnézi a gépeden, az a összes portodat le tudja kérdezni a gépedről, a MAC adresseidet, az IP címedet, bármit. És ezt te, amikor felrakod a játékot, ezért kell rendszergazdába futtatni a dolgokat, ahogy a cheateket is, ezt elfogadod, hogy ezeket az információkat tudja rólad a játék, vagy éppen a csalás, hogy mi a MAC adresszed, a hardware IP-d, bármit. Ez nem én voltam. És az anti-cheatek már ez, kicsit olyan fejlettek is, hogy például, ha van 4 USB port a gépeden, akkor megvizsgálja azokat, hogy a 4-ből 2-be van dugva, abban a 2-ben mi van? Van-e driver? Mert nyilván, ha van hozzá driver, mondjuk egy füles, USB-s füles van, akkor azt látja, hogy ez egy füles, és akkor nem baj. Viszont ha mondjuk pendrive, mert C-ben volt ez nagyon megszokott, hogy pendrive-ról futtatták a család. Ezeket a videókat Kodiak szedte le. Tehát fogta magát, beírta, hogy EFT hack, letettötte az első videót, és betette a gameplaynek. És ez elég sokáig bírta a anti-cheatet, mert nem vette észre a Valve, hát a VAC, hogy pendrive-ról ment az anti-cheat. Így ugye a gépedet nézhette, mert ugye a gépen futott, de hogy... Jó, Chris, what's up? Haven't seen you in a while. I'm recording right now, it's not that time. But we can talk later. Because this stream will be on YouTube. Sorry, man. Not English stream, no. Hogy... A gépet csak futtatta, de a forrása az egy pendrive volt a csalásnak. De most már egyébként ezekre is figyelnek nagyjából az anti-cheatek. Bár még tudok ilyen működő cheateket. Azt most ez kezd eléggé technikai dologba elmenni, de csak nagyon gyorsan azt el tudod mondani, hogy miért olyan rohadt nehéz megfogni egy ilyen processzt, amikor
amikor te is mondod, hogy van eszköz arra, hogy, hogy figyeljék azt, hogy mit turkál a játéknak a izében. Valószínűleg erre a Tarkovnál tudom a választ. A Tarkovnál a mostani cheatek szinte minden kivételével overlay-re épülnek. Ez azt jelenti, hogy például ez a nagy híres cheat szolgáltató, akiről előbb beszéltem, ezt ennek a cheatjeit nem tudod futtatni Discord nélkül. Ő azt csinálja, hogy csinálja ezt a módszert, egyébként én ebbe beleláttam, és nem is értettem, hogy ezt hogy tudják megcsinálni, mert zseniális a megoldás, hogy a Discord overlay nem tudod konkrétan cheatet anélkül futtatni, hogy ne legyél egy Discord channelemben. Ha egyedül is vagy, nem kell senkivel beszélned, de be kell lépted egy szerverre, egy szobába, hogy megjelenjen a Discord overlay ugye a játékba, és igazából ez a cheat a Discord overlay-re teszi rá a látnivalókat. És konkrétan így nem nagyon manipulálja a játék fájait. Ugyanezt pofáztam, de ennek, amit mondott, szintúgy semmi értelme nincsen, mert a játék fájait egyáltalán nem manipulálja egy DLL sem. Tehát most az, hogy a Discordnak a DLL-jét injektálod bele a játékba, vagy egy teljesen másik DLL-t, az teljesen mindegy, mert ugyanúgy bele van injektálva, és a Discordnak a DLL-jén is van egy szám, az mindig update-elik, az mindig verifájálva van, az a file, az mindenkinél ugyanolyan. Ha az változik, akkor valószínűleg az már nem a Discord alap DLL-ként fogja érzékelni az anti-cheat, hanem teljesen másként. Ezért nem fogja engedni. Nem, ez a híres cheat group, ez egyáltalán nem létezik. Ezzel már átfutottunk egyszer, hogy ez nem létezik. Ebben biztos fel, hogy nem létezik. Most kerestem rá az interneten, hogy egyáltalán van-e bármi olyan RT-hack, ami működik, és ilyen híres, és nem találtam semmit. Esetében például, ha konkrétan most megvesz valaki egy fizet... Egyet találtam, de annak sem az volt az ára, amit ő mondott. Tehát nem vágom. És Tarkov cheat. Még az OBS is injectálom, hogy igen. Amilyen overlay alapon működik, és csak wallhackezik vele, jelenleg ez kiszűrhetetlen szinte. Tehát jelenleg olyanokat olvasok a Discord szerveren és a fórumokon is, hogy van, aki iszonyat régóta, még most van Tarkov, nem most, tehát már előző előtti patchbe jött be, hogy ugye overweight vagy. Még amikor nem jött be az overweight, azóta csal ugyanazzal a csalásra a mai napig, és semmi pont nem kap. Tehát konkrétan ez most jelenleg kiszűrhetetlen szinte. Tehát igazából, röviden annyi a válasz, hogy annyi minden más program lehet, ami nem ártalmas, és különben problémát okozhatna, hogy ezért nehéz ráfogni bármire, hogy az most cheat biztosan. Pontosan. Pontosan. És nyilván még ez egy ilyen végtelen átszázásba is belemegy, tehát próbálják az ilyen legalapvetőbb dolgokat, hogy a cheatet nem cheatnek nevezik, hanem skype.exe-nek, explorer.exe-nek. Hű, hallod? Azt a kurva. Mert a fájnak a neve az olyan kurva sokat számít. Ez szörnyű ez a videó. Nyilván attól, mert elnevezed, attól nem lesz az, de próbálják a forrásfájait is úgy feltüntetni, mint hogyha más lenne, a Word.exe. Chrome lenne, vagy valami, hogy ne tűnjön. És ez a végtelen álcázás az anti-cheat olyan sokáig keresgél, hogy mire megtalálná, addigra már frissítik a cheatet mondjuk. Szóval körülbelül igen. Viszont mondjuk Tarkovra, hogyha valaki aimozik, ott ugye már akkor belenyúl a játék. Ami ebben a videóban van cheat, az biztos, hogy external, mert ahogy mozog, még mint a kicsit késne is az ASP. Ott már sokkal nagyobb a bukás esélye. De jelenleg Tarkovban mindent tudsz egy cheat-tel. Mindent. Teleportálni, speedhackelni, ajtókat kinyitni úgy, hogy nincs hozzá kulcsod, egy marked room ajtaján át tudsz repülni, nem kell kinyitnod. Be tudod állítani a lootokat, hogy mutassa, tehát oda se kell menned a market roomhoz, megmutatja, hogy mi van benne. Egy ládába is, tehát ki se kell nyitnod a ládát, a láda fölé írja, hogy mi van abban a ládába. Az embereknek a gírjait írja, hogy a Skeven, vagy a Raiderem, vagy a PMC milyen gír van, hanyas armor, milyen lőszerrel lő, milyen fegyvere van. Illetve, ami egy nagyon jó funkció egyébként, az, hogy a lootok, például egy mész a pályán és írja a lootokat, hogy itt ebbe a stashbe van valami, akkor odaírja az aktuális market árát is,
és így lehet szűrni, például beállíthatod a cheaten azt, hogy csak olyan itemeket mutasson, ami 50 ezer rubel fölötti értéke van. És így stb. Stb. És ezek megvannak a tarkóban, tehát ugye amikor fut egy játék online, főleg online, akkor a szerver azt tudja, hogy az adott playerek hol vannak. Ezt igazából csak egy ilyen injektoros funkcióval ki kell kérdezni a szervertől, hogy egy kérést feltüntetni a Tarkov nevében. Nyilván, ha egy külső program kérne, akkor nem adná meg ezt a információt. De hogyha a Tarkov nevében megfelelő álcával kérdezed meg a Tarkov szerverét, hogy hello, hol ez a player, meg ez a scav, meg ez a loot, akkor ő válaszolni fog, és ezt te megjeleníted a Discord overlay-en, és ennyi. Viszont amint aimozol nyilván, akkor aimnál bele kell nyúlni a célzásodba, stb. Az már egy kicsit macsásabb, elég nagy a veszély. De egyébként valahogy azokat is megoldják. Tudni, anonimusos háttérképe van? Lehet. Amúgy a Tarkovról, amit beszél, az annyira nem hülyeség. De mégis. Tehát alapvetően elmondja, hogy működik a cheat, meg. Én ezt értem. De nem mond olyan hú de kurva nagy dolgokat. Tehát ez szerintem bárki el tudta volna mondani eddig, amit mondott, hogyha egy icipicit is ért így bármihez is. Nem tudom, azért ide hívok egy mesterszakásot, talán még az is elmondta volna ezeket, mert legalább a szakácskodás azért, vagy főzés, azt tudja. Utána olvasod, nem tudom. Jelenleg, hogy azok is jól menjenek, azt nem tudom, hogy. Mert még... Egy olyan kérdésem lehet, hogy akkor te végül is kvázi programozóként dolgoztál nekik, hogyha... Fejlesztő, igen, programozó. Fejlesztő, tehát akkor azért vagy velük kapcsolatban, mert hogy kvázi dolgozol nekik. Igen. Vagy dolgoztál. Ja. És még a csére visszatérve, az kicsit jobban érdekes. Hál' ezek Isten. A... Hát vannak ilyen sztorik, hogy... Gameplay lesz? Igen, ez kik a vásárlók, esetleg a profik csalnak-e? Ezeken én mindig nevettem egy jót egyébként. Mert Csében akkora... Csében nem náluk voltam még, amikor kezdtem, hanem Csében egy hatalmas múltú cégnél, akik tényleg ilyen 50-100 alkalmazott van, alkalmazott, tehát idézőjelben ezek feketén mennek, mint nyilván. És brutális cheat-eket csináltak, de olyan szintűeket, a technikának megfelelően, tehát most így 5-6 évvel ezelőttről beszélünk, hogy az egér, azt hiszem volt is így célen egy ilyen, hogy egérbe, billentyűzetbe beépített hülyeség volt. Na és ennél a cégnél például annyira figyeltek a cheatek biztonságára, de annyira, hogy a fejlesztők külön voltak szedve, senki se ismert senkit, maximum a közvetlen kollégáit. Tehát például volt egy cheatnek a backend és a frontend fejlesztői voltak. A frontend nyilván azért felett, hogy jól nézzen ki az applikáció, stb. És a backend pedig magát a cheatet fejlesztette. És te frontendesként nem tudtad azt például, hogy a backendben hány fejlesztő van, és mit csinálnak konkrétan, és hogy működik a cheat. Tehát semmit nem ismertél. És voltak így házon belül olyan pletykák például, hogy azért, hogy vannak olyan megrendelők, akik nagyon-nagyon sok pénzt fizetnek, de ilyen 20 ezer dolláros viszonylatokba kell gondolkodni, akik nem tudjuk, hogy mire használják, csak mondjuk megrendelték, ezek speciális rendelések, nem egy VH-t kértek természetesen, hanem azt mondták, hogy nekem legyen egy olyan... 20 ezer dollár fizetett valaki a cheater, vagy mi van? ...város, és mit csinálnak konkrétan, és hogy működik a cheat. Tehát semmit nem ismertél. Igen. És voltak így házon belül olyan pletykák például, hogy azért, hogy vannak olyan megrendelők, akik nagyon-nagyon sok pénzt fizetnek, de ilyen 20 ezer dolláros viszonylatokba kell gondolkodni. 20 ezer dollárt? Ki? Szerintem 20 ezer dollárt még életében senki nem adott egy kurva izért sem, cheatert sem, de cool. De balra mozgatom az egeret, akkor egy kicsit jobban mozogjon a kurzor, mint hogy kéne. Egy ilyen aim lock féleség, de nem látszik annak. És ezért ezek névtelen emberek voltak javarészt, és baromi sok pénzt fizettek. Ebből jöttek a pletykák, tudod, hogy nyilván majd a profiknak vették meg a ki tudja kik, meg ilyesmi. Én ezekben nem feltétlen hiszek. Lehet valóság alapjú az tény, mivel a cheatekre az a szerencséje az ilyen fejlesztőknek és a cheat providereknek,
Vágod, balra húzom a kurzort, akkor gyorsabb legyen, mint hogy jobbra húznám. Ez aimlock-szerűség. Ennyi. Nem tudjuk, hogy ez mitől aimlock-szerűség. Nem tudom, bazdmeg. Én nekem az egeremben van egy gomba, amit hogyha megnyomok, akkor gyorsabb lesz. Ha többször nyomom meg, akkor ugye lassabb is lehet. Négy profil van. Ez csalás, ezek szerint. Hogy a cheatekre alapvetően az emberek úgy tekintek, hogy egy hülye VH-s letöltés megy. És így, akik a komoly cheateket csinálják, akár versenyszintre, ha van ilyen, nem tudom, biztos lehet. Én egyébként hiszek benne, meg nem is, valami. Azok... Hát akkor lassabbnak kell lenni az egérnek. És értem, hogy mire gondol, Esder, de akkor miért nem azt mondja, mire gondol? Azok meg csak a pofájukba rögnek az embereknek, hogy te azt hiszed, hogy ez egy VH, és konkrétan nem olyanra kell elképzelni, mondjuk, hogy egy Dreamhacker ott van, nem is tudom most playereket, kik az új playerek, mindegy. Dreamhacken ott van, nem tudom, Zoom és HV-házik, bazeg. Valaki Olofmeister, és akkor le a VH-za, meg aimozza az egész meccset, hanem csak ilyen... Ezt nem így kell elképzelni, bazeg, én azt hittem, hogy monitoron ott láttak mindenkit, csak a kivetítőn nem. Geci, én azt hittem, hogy monitoron van VH, bazeg. Hát itt semmi értem az egésznek. Eszméletlen pici finomságok, hogy az egeret egy kicsit mozdítod, és akkor nem tudom, van olyanról is hallottam, hogy valamit... Az egeret egy kicsit mozdítod, és nem tudom. Köszönöm. Ez egy geci jó mondat volt. Éppen céloztál egy sarokra, mert ezt is figyelt, hogy sarkot tartasz egy szöget, és ott volt a sarok szög fele valaki, akkor berezgett az egér, vagy egy kicsit jobban megmozdult, vagy valami ilyesmit. Tehát ilyen szintű fejlesztésekre kell gondolni. Tehát akkor az látszik, hogy ez a cheat készítés, ez alapvetően egy teljesen jövedelmező... Nem tudom, mit szeretnél, Vivi, de írj le nyugodtan. Aztán válaszolok rá, majd beszélünk, nem tudom. Nem, fingom is, hogy mire gondolsz. Kvázi iparág, ami, jó, amire, okay. mint látszik, kifejezetten nagy igény is van. Azt nem tudod, hogy miért nem lépnek fel végül is jogilag ezek ellen az emberek ellen azok, akik a játékokat csinálják. Tehát, hogyha én játékfejlesztő lennék, és valaki aktívan konkrétan az üzletemet rontaná, ami igazából ez van. Tehát alapvetően a cheat készítők azok tönkreteszik nagyon sok játékosnak a játékélményt, meg a cheat felhasználók is. Itt simán lehet azt mondani, hogy a játékgyártója perelhetné ezeket az embereket arra, hogy tönkre... Az Epic Games csinálja is Fortnite-ban, nincsenek is ilyen csodók, akik pörögnének össze-vissza antiaimmal. Tehát igen, a normális cégek csinálják ezt, Kodiak. A normális cégek, nem pedig a Valve. Tönkre teszik az ő produktumokat. Mert most a Valve a perelésekből, a pereléssel csak pénzt és időt baszel. De azzal, hogy hagyják az embereket csalni, azzal csak még több pénzt csinálnak. Ez így van. Ez így van, sőt annyira perelhetné, hogy több 10 millió forintos, vagy akár 100 millió forintig terjedő dollárban vagy euróban értendő bírságok is lehet. Na most már jogász is az emberünk. Hú, hallod? Hú, hallod? Kiha? Mekkora pénzekre beszélünk? Mindenzért! Nének, hiszen ugye amikor te egy játékot letöltesz és elfogadsz és egészen ezt megveszed, akkor az apróbetűs részben ott vannak, hogy te nem modifikálod a játék fájjait, és stb. Illetve nem adod el a fiókot, stb. Hogy miért? Erre én mindig azt mondtam, azt szoktam mondani, akikkel beszélgetek erről, így filozofálunk ezekről a témákról, hogy valószínűleg azért, mert mi azt azért nem tudjuk, mert mi még ehhez kiskutyák vagyunk. Mert azért éreztem én is néha bűszagot egy fejlesztő cégnél. Egy kicsit ilyen bűzös levegőt, hogy itt nem arról szól, hogy valaki kigondolta azt, hogy büdös a cheat. Fejleszünk cheateket és majd megveszik. Hanem itt egy kicsit nagyobb a piac, amiben már valószínűleg mi nem látunk bele. De itt mire gondolsz? Hát pontosan mi az, arra, érzel, hogy... szerintem lehetetlennek hangzik, de arra, hogy ezt hat nagyobb profitra használják föl, mint például egy e-sportverseny, vagy szándékos cheat. Vagy nem feltétlenül szándékos, de mondjuk tudja a játékfejlesztők, tudják, hogy itt cheatelnek, de így elsuhannak fölöttük mondjuk inkább. Mert a negatív reklám is ezt azért figyelembe kell venni még mindig.
Szóval én ezekbe hiszek egy kicsit, de ezeket mi sose fogjuk megtudni, mert nem leszünk akkor emberek valószínűleg. De vannak tényleg... Te... Benne van a pakliban amúgy, hogy játékdeveloperek csinálnak cheateket és eladják őket. Sőt, a Cségónál amúgy még inkább benne van a pakliban. Most már marketinges is amúgy. Figyelj, benne van. Nem tudom. Lehet, hogy van olyan cheat, amit lehet, hogy van olyan cheat, amit a Cségó fejlesztők csinálnak. És pénzügyileg biztos vagyok benne, hogy megéri nekik. Vagy megérné nekik. Szándékosan csinálnak cheateket a game developerek? Úristen, nem hallottunk még ilyenről soha. Hát fel sem merült az agyába még senkinek ez az ötlet. Az ember egy zseni. Tényleg. Ezt már annyiszor mondtam. Tényleg. Tökre benne van. Hát a skeetet mondjuk szerintem pont nem, mert a skeet egy privát cheat. 10k user privát cheat. De, na hát mondjuk egy olyan cheatből, ami nem privát, abban sokat több pénzt lehet kiemelni. Azért az, amit mondasz, az egyáltalán nem tűnik lehetetlennek, és mind a mellett, hogy én nem nagyon szeretem az ilyen összeesküvés elméleteket, azért azt ugye tudni kell, hogy nem véletlen, hogy a rendes sportok... Nem véletlen, hogy a 9-11-nél az a repülő, akkor a... Között is rengeteg az ilyen csalási botrány, sikkasztási botrány, fogadási botrány, stb. Nem, egyáltalán nem lenne csoda, hogyha ez az e-sportba is visszaköszönne. Igen. Főleg, hogyha láthatóan ennyire profi mi ez gépezet, meg fejlesztő gárda, meg akármi van a másik oldalon, tehát a cheat készítő oldalon. Az biztos még, hogy Tarkóban nyilván nem tapasztalt. Miért? Én annak tudom be az... Szia, Liszek! Igen, valószínűleg, Vivi, hogyha Kodi magától csinált volna egy videót, amiben erről beszél, sokkal rövidebb lenne, és tartalmasabb, és élvezhetőbb. Az összeesküvés említemnek, mert Tarkóban nincs e-sport, de Csében azért láttam, amit meséltem, no name több 20-30 ezer dolláros tranzakciókat egyedi megrendelésekre, és hogy így belegondolok, kirendelne egy egyedi megrendelést több millió forintért, mert 20-30 ezer dollár az már milliós tétel. Szóval szerintem ezek igazak lehetnek, viszont még egy átlagos fejlesztő, akár mint én, vagy egy átlagos ember, mint te, mi nem is tudunk beleképzelni, hogy milyen technológia lehet, mert én csak hallottam, meg gondolom, hogy olyan szintű, tehát itt már nem arra olyan cheatekre kell gondolni, ugye egy profi mérkőzésen, tehát egy profi alapból profi. Neki csak egy pici segítség kell, hogy megnyerje azt a mérkőzést, és neki nem VH kell meg AIM, hanem olyan, tehát nem szoftver szintű. Pokémon Sword mindennél jobb. Hát, és itt van, vedd meg, nekem nem kell. Nem tudom, miért szedtem 5 percet a játékkal. Csalásra kell gondolni, hanem inkább hardveresre, esetleg monitor, egér, billenty. Jó, Vivi, cseréljünk! Én adom neked szívesen nagyon. Találkozunk Pesten, és akkor te meg cserébe odaadod azt a másik két játékot, amit mondtál. Úgy is megbeszéltük, én adom. Akár örökbe is cseréltünk valamit, hogyha neked van olyan játék, ami nekem kéne, neked meg nem. Tehát benne van. Majd megdumáljuk. A számítógép hardverébe valami ilyesmire, amik már olyan next level fejlesztések lehet. Na jó, de hát annak is valahogy kommunikálnia kell a szoftverrel, nem? Tehát hogyha... Mondjuk hallottam olyat, tehát ugye vannak olyan akár elemző szoftverek, amik ugye a monitoron megjelenő képből tudják kielemezni azt, hogy mi történik a izén, és lehet, hogy az alapján húzza rá az egeret a adott célra, vagy... Valahogy kell kommunikálnia, igen, de és ez az, hogy ez a szép, hogy ezt nem is fogjuk most megtudni. És ezeket valószínűleg, ha ki is derül egy ilyen, az olyan szinttel később fog kiderülni, mondjuk most csalnak ilyen hardware csalást, az lehet, hogy 6 év múlva fog kiderülni, ami 6 évvel ezelőtt történt, és addigra már meg új szinten lesz. Az biztos, hogy erre egy konkrét iparágban építve több millió forint forog egy piacon egy nap, de bárki beírja ilyen cheater fórumokat, bárki megkeres, megnéz egy cheatárat, felnéz esetleg a Discord szervőkre, hogy mennyi ember vette meg, ilyesmi, az meglátja. Falon át, hogy látja a monitor elemző csalás az enemit, ha nem kap infót szoftveresen LAN-ról, senkinek nem tűnik fel, hogy LAN-on valamit odarakott valaki? Hát
amúgy, ja, nem tudom, annyira hülyeségeket beszél az emberünk, hogy nem tudok rá figyelni, de tényleg. Olyan nagyon unalmas ez a videó, hogy így beütött az ADHD-m, és nem tudok semmire figyelni. Csak itt ülök, és hallgatom. De az árakat is erre tényleg egy nagy piac van építve, akire van vevő is. Egyébként annyit még megemlítek, hogy vannak resellerek is, ettől eltántorítanék mindenkit, egyrészt nem könnyű dolog, másrészt köcsökség is, még úgy is, hogy fekete dolgok, amit csinálnak alapvetően. Majd a reseller alatt mit értesz? Az Tarkóba lett most nagyon népszerű, egy csomó streamer csinált ilyen videót, mint amit most te csinálsz velem, reseller emberekkel külföldön, általában Amerika inkább, hogy megveszik a cheatet, mondjuk egy ilyen 10 eurós cheatet megvesznek olcsón, és ezt eladják. Előbb azt arról vassz, hogy 16 eurós a legolcsóbb, nem? Előbb azt mondta. Egy 10 percem. Úgy, mintha ők csinálták volna, nyilván profittal, 10 eurósat mondjuk 20 ér. Egy napra. És egyesével? Persze. Persze, hát ezzel foglalkoznak főállásban, most mit számít? Aha. Hát ja, csak macerás, hogy mit tudom én, veszel, mit tudom én, 40 kulcsot, akkor azt a 40 kulcsot 40 embernek külön továbbadni, az... Ja, hát úgy nem úgy ők adják. Tehát most vagy ők visszafejtik a kódot, és akkor nem, mint saját izét csinálnak rá, vagy hogy érted a resellert akkor? Nem, hát megvesznek igen 50 kulcsot. Közben meghirdetik, és aztán ezt a kulcsot ők miből tart nekik? Összeraknak egy adatbázist, egy weblapot, és akkor ha beregisztrál valaki megveszi, akkor kiküldik nekik automatikusan a kulcsot. Tehát, hogy nem olyan bonyolult ez azért. Ezzel csak az a baj, aki mondjuk csalni szeretne, bár erre se bíztatok senkit, hogy ha ott azzal cheat-tel lebukik és kibannolják, vagy nem. Ez nem átbaszás a reseller. Hát Kínában konkrétan embereket ezért lecsuknak. Ezért is nagyon sok kínai reseller van ilyen cheat-ekre. Mert jó pénz van benne Kínában. Tehát nem véletlenül, ugye. Ja, van rá külön rang, meg ilyenek. Jaj, vágom. Nem jön meg, akkor ott nem tud reklamálni. Mert azt még mindig fontos megemlíteni, és ezt az elején említettem, hogy attól, mert csalásokban vagyunk, attól itt a megrendelő, vásárló, eladó viszony még továbbra is fönnáll. Tehát egy ilyen nagyobb neves cheat provider, aki, mondjuk ismerem őket, akik a Tarkovra fejlesztenek, ott, ha te megveszed egy cheatet, és elindítod, most én megveszem ebbe a percbe, és elindítom, és ahogy beléptem egy játékba, első játékba, és bannolnak, azonnal te szólsz nekik, hogy bannoltak, és adnak egy új ingyen fiókot, ingyen. Mert ez az ő hibájuk, hogy bannoltak téged, úgyhogy még nem is játszottál, vagy épp, hogy elkezdtél játszani. Egy, hogy bannolnak úgy, hogy még nem is játszottál. Kettő, mi a faszomért adna ingyen neked, saját pénzéből, zsebből, a cheat fejlesztő, egy fiókot, egy játékot. Azért, mert téged kibannoltak. Ilyen létezik? Hallottna valaki ilyenről? Szerintem ez geci nagy hülyeség. Szint úgy. Ez hülyeség. Ki az ember és miért akkor fingom nincs. Vevő megtartás. Szerintem ilyen nem létezik. Ha fizetsz kurva sokat, akkor miért a Dead by Daylight-ba így megy? Ágyadnod, a Dead by Daylight nem egy olyan big játék. Hát, én nem várom. Érdekes. Hát akkor csak kibannoltatok sok akkuntot, és utána kérek újat, és eladom. Vagy nem értem. Ez érdekes, de ilyenre még nem hallottam. Ilyen létezne, nem tudom. Mindegy. Nyilván, ha fél év után bannolnak, akkor azt mondják, hogy... És mi van, amikor, mit tudom én... bannolnak, és ott volt a Dragon Lord az inventory-ban, meg mit tudom én. Arra azért nem mondják azt, hogy akkor itt egy másik tessék. Nem, arra nem vállalnak felelősséget. Alapvetően senki nem vállal felelősséget, de vannak jobb fejlesztők, akik ha jön egy hirtelen ban vagy ban wave, akkor azért kárpótolják a trukikat, tehát akik tényleg egy-két napja csalnak. De nekem is a csé, több mint 10 csé akkon van vacolva. Van olyan, ez jó cheat. Hát összesen 10 késem le van vacolva, az biztos. Összesen 10 kés le van vacolva. Kőkemény, hallod? Nekem 3 talán. Meg a Dragon Lord-osakkal, ami trade-bannos volt. Azon volt 4 Dragon Lord. Azt is kibaszadtam.
ügyesen. Most már sokkal többet érne, mint amennyire vette. De mindegy! Tehát van egy jó 1000 euró skinem, nekem is le van vacolva így összesen. Figyó, akkor azt kérdezném még meg, hogy nem tudom, hogy akkor a chase cheat-ekről talán annyit nem tudsz, de ugye tehát... Ez milyen cheat? Mi a faszom ez? Vannak magyar fejlesztők is? Akik magyarok, akik külön cheat-eket csinálnak? Vagy persze, magyarul van beleírva. Célzás, robot, fal, csalás. Így van beleírva. Erről nem tudsz te? Uh-huh. Csak magyar, mondjuk egy cég, idézőjesen cég, aki csak igen. Magyarok fejlesztik is. Igen. Hát erről nem tudok, szerintem nincsen. Szerintem ilyen nincs. De egyébként, ha lenne ember, én beállnék melléjük. Ez most így köcsökségig, de amúgy én szívesen fejlesztenék. Csináljuk. Tesó, írj rám. Csináljuk meg, szükségem van rá. Csak magyarokkal. De nem, ilyet nem biztosunk senki. Inkább anti-cheat-ekhez mennék kell fejleszteni, csak azt nem tudom, hogy hogy van a működése, hogy most az kifejleszt egy anti-cheat-et a játék. Persze, most egy cheat-et meg tudsz, az anti-cheat-et nem tudod meg én. Végre semmi köze nincs egymáshoz, nem? Köszi szépen a donétet, Freezy! Az üzenet helye. Köszi szépen, Fater! Az üzenet helye. 5 euró, na jó, hát ezért benyom a mocskás videót egyszer, jó? Így, hanggal. Öt euró, egy macskás videó. Ennyi. Megbeszéltük. Kösz szépen, Fater. Hol tartottunk? Ja, igen, hogy miért nem tud, nem értem. Tehát nem tudja, hogy működik egy anti-cheat, de a cheat-et nem meg tudja írni. Még ez elég érdekes. Készítő, vagy anti-cheat, ez egy külön cég, vagy nem tudom. Nem mindegy. De nagyon furcsa. Nagyon furcsa ez az egész. De azért jutott ez eszembe, hát az is lehet, hogy csak ilyen reseller foglalkoznak, vagy akármivel, mert ugye csináltam ezt a videót pont a Cruelékről, akik ugye a Cruel le is bukott a csalással, és a videóban megemlítettem, hogy a Snapszer is lebukott csalással, de kiderült, hogy nem. És akkor a hisztit vágott le ő, több accounton valószínűleg, meg a kis haverjai is, több accounton. Hú, a kis haverjai, meg ő, meg több accounton, meg hú, hallod, biztosan erre van ideje ennek az embernek, tudni, hogy Kodiak videók alatt írjolassam. Tényleg. Kinek hiszi magát amúgy az ember? De tényleg. What the fuck? Ami arra utal, hogy nagyon-nagyon érzékenyen érinteni őket, hogyha azt, ez az legnagyobb vicc különben, tehát csalnak, és érzékenyen érinti őket, hogy valaki csalónak hívja őket. Az azt nem is ez, hanem inkább az, hogy lebukott csalónak hívja őket. Ami azt jelenti szerintem, hogy ugye azt az image-et próbálják fenntartani, hogy ezek a csalások ezek nem fognak lebukni soha. Ami tény, hogy tehát a chase csalások azok évekig tartanak, amíg hát most a Cruelt is egy év után, sőt több mint egy év után bannolták. Tehát elég lassan működik az anti-cheat rendszer, de előbb-utóbb azért a nagy részét elkaposgatja. Bár mostanában én azt látom, hogy konkrétan ugye a pörgőaim az olyan régóta van, hogy nagyon régóta, és most konkrétan Overwatch videókat kell néznem, hogy mutassa, megmondjam a játéknak, hogy ez egy pörgőaim. És nem tudja magától felfedezni ezt, hogy mi a fene van itt. Igen, pontosan. Nem, mert Kodiak, látod Kodiak, te okosabb vagy, mint az anti-cheat, képzeld el. Az így van. Nem tudja játék magától felfedezni. Kibaszott könnyű lenne, de nem tudja. Mert egyszerűen le van szarva, úgy, ahogy van. Leszarják. Kibaszottul leszarják az emberek. És nem az emberek, hanem a Valve konkrétan. A csalásokat, a csalókat. Itt mindent. Szerintem az Overwatch az jelenleg nem is működik. Tehát ezt megsugnám, hogy az Overwatchban tök mindegy melyik gombra mész, azt az embert valószínűleg nem fogja kirúgni. Főleg, hogyha Prime-os. Tehát nem tudom, non-Prime-ban még esélyes, hogy kapsz egy Overwatchban, de én így mostanában nem nagyon láttam embert Overwatchban kapni. Meg így az ismerőseim közül, akik csalnak, nem láttam senkit, hogy pont kapni. Hát az egy Fender a háttérben? Nem, haver! Ez egy gitárhírós gitár. De
van még egy pár, tehát akad nálam. Van egy pár. De most ez fog kilógni, jó? De sőt, hát lógjon ki az összes, nem? Így stílusosabb, kilóg az összes itt mögöttem. Mert nem hiszem, hogy megáll. Mindig szarok bele. Még ezzel is érdekesebb foglalkozni, mint a rohadt videóval. Ez van. Az de a... miért? A Cruelék egyébként, ezt én is láttam a videóból valamit, csak azt hiszem ők azok a fiatal srácok, ők azért relatíve fiatalok, nem? Igen. Igen, akkor igen, emlékszem, és azért nem szeretek így belevonni. Alapból Csét is azért hagytam abban, mert nagyon fiatal lett a közösség, ilyen 18 alatti. Uh-huh. És nagyon nem szeretem, ha nyávok meg üvöltöznek, stb. És ezért abba hagytam, és ők is... Fiatal lett a közösség, érted? Az emberek általában idősödnek, nem? A Csé közösség az... Itt kölyök időutazásról beszélünk. Itt valami van. Srácok, itt valami van. Itt valami fixen van. Bazeg visszamentem, úristen, 12 éves lettem. Valami olyasmik lehetnek, hogy vettek egy cheatet valószínűleg. Egy, ha ennyire büszkék rá, hogy nem bannolják őket, akkor valószínűleg egy híresebb oldalról. És... Pont, hogy nem egy híresebb oldalról veszik a cheatet, hogyha nem bannolják őket. Miért a hírnévtől függ az? Hát, hogyha minél többen ismerik a cheatet, annál nagyobb az esély arra, hogy kibannolnak. Ez nem gecire egyértelmű? Szerintem ez annak is egyértelmű, aki egy pékségben ül és még életében nem játszott videójátékkal. És ez egyébként tényleg egy megbízható cheat, és ezt nehezen fogják bannolni. Viszont ezt minden játékban továbbra is, itt van Overwatch-ében. Oké, hogy szerinted nem ér semmit. Abból a szempontból ér, hogy a vac egy szar, az oké. Hogy nem látja, hogy pörög a srác. De viszont te látod legalábbis, te rá tudod mondani, hogy igen, és így kibannolják. Ebből a szempontból jó, mert ilyen más játékban nagyon nincs most egy Tarkovban vagy valami. Szerintem az ember ez élvezi azt, hogy Kodiakkal beszélhetett egy órát. Én úgy hallom a nevetését, hogy mint hogyha ilyen degenerált lenne. És most ezt nem lenézésből mondom, de tényleg szerintem valami van. Itt. Valamiben. Mert érted, nem lenne annyira bonyolult beleprogramozni, hogy ami ilyen irreális mozgásokat végez, az csal, kész. Tehát ez nem egy annyira bonyolult. Főleg, hogy a konzisztensen, folyamatosan, egy meccsen többször, stb. Mert érted, rántasz egyet-kettőt egy meccs alatt, talán szerencsésen beadja, az oké, de amikor 16-ot falon át, két kör alatt, tehát az... Két kör alatt? 16-ot? Hát itt témméteket leved meg, akkor is bant kapsz. Még úgy se. Jó, mindegy. Azt azért HS rételik. Igen. De igen, itt egyébként a cheatben nem kell keresni a hibát, mert a cheatben semmi extra nincs. Az egy ugyanolyan cheat, ami bármilyen játékra meg van írva. Átmegy az anti-cheater és nyom egy aimot. Itt a hiba, hogy miért nem látja, az anti-cheatben magában van. És ez a vac hülyesége. Egyébként mai nap eljutottunk körülbelül a napokban már oda, napokban, hát így az elmúlt években arra a szintre, hogy ezt csak azért mondom, mert valószínűleg ti ezeket nem tudjátok így, aki nem foglalkozik ezzel, hogy Igen, ez egész videó ezért készül, igen. Cségú, mint maga a játék, az lett a cheateknek az alapja. Tehát aki bárki el akar kezdeni a nulláról, fejleszteni egy cheatet, az Cségben fogja kezdeni. És a forráskódok, tehát egy Tarkov cheatet, ha elkezd az ember fejleszteni, úgyhogy fogalma sincs, hogy kell Tarkov cheatet fejleszteni, az Csébe fogja elkezdeni. Mert a Csébe... Nem írok egy Tarkov cheatet, de most úgy Csébe írom meg. És most úgy Counter-Strike-ra írom meg a Tarkov cheatemet. Ez kurva jól hangzik. Csébe nagyon sok ingyenes forráskód van, hogy kell cheatet csinálni, mindent megmutatnak, egy tutoriálok vannak, forráskódok, bármi. Tehát a Csélet, konkrétan a cheatek alapja ide jutott el. És ez szerintem valahol egy nagyon szomorú történet, hogy ez ellen miért nem tesznek semmit, meg ilyesmi, azt nem tudom. De az biztos, amit én látok, hogy a Battle State Games, a Tarkov azért, ők azért tesznek ellene, próbálnak, viszont ott egy durva háború folyik, mert ott 0-24 kódolnak a cheat készítők is, hogy ott tényleg jó cheatek legyenek.
Viszont a Tarkov az tényleg igyekszik. Egyébként a Tarkovról még annyit az érdekes történet, hogy nem tudom, te hallottál erről, hogy hardware banna Tarkovba jár elvileg. Nem hallottam. Elvileg. Nem arról az, hogy az ember írt cheateket, és hogy teszteli őket, meg akkor... És annyi tapasztalata nincs, hogy tudja azt, hogy milyen ban jár a dolgokért. Tehát nem tudja azt, hogy milyen anti-cheat van a játékban, nem tudja, milyen ban jár, de játékra fejleszt cheatet. Úgyhogy azt se tudja, milyen ban jár érte. Vivi, én értem, hogy nem mondod baromság. Jó, mindegy, nézzük, igen. Elvileg ez volt, meg is volt promózva, azt hiszem, Twitterükön, vagy Facebookjukon, valahol kiírták. Ezek régebbi sztorik, mondjuk egy éve, másfél éve kiírták, hogy akit mostantól cheatelésért bannolnak, az kap egy hardware bant is. Na most az ilyen hardware banok általában szart se érnek, csak a hülyéket ki tudják hardware banolni, de egy komolyabb cheatbe, Tarkovban az összes cheat így működik, a cheatbe bele van építve egy hardware ban counter féleség, ami azon a működési elven alapszik, hogy fake Mac, meg fake IP címeket generál a hardverednek, ergo egy kamut fognak lebannolni. Aha. Viszont most... Aha. Nem tudom, hogy a HVD-t azt így lehetne change-elni, meg hogy a Tarkovnak lehetne HVD-t spoofolni. De ez amúgy spoofer, igen, ezt írta is valaki csatán, hogy ez spoofer. Ez egy spoofer, nem pedig egy counter. Azt sem tudja, miről beszél. Kiderült a pár hónapja. Ezt még én is olvasgatok utána, hogy ez most tényleg így van-e, vagy nem. Hogy lehet, hogy a Tarkov, és hogyha ez majd publikusra kijut, és a Tarkov, mondjuk egy újságíróhoz eljut, aki foglalkozik Tarkovos cikkekkel, vagy a Tarkovhoz, akkor ez elég nagy botrányt is keverhet, mert most hallottam olyan pletykákat, és egyébként egy kicsit meg tudom erősíteni is, hogy a Tarkov ugye beígérte, hogy a cheatereket hardware bannolják, és soha nem tudják megvenni újra a játékot, nem tudnak játszani, stb. És ez valószínűleg nem lett annyira igaz. Mert a tapasztalatok, akiket bannolgatnak mostanság, azok másnap veszik a játékot, és ugye úgy csalnak tovább. És ezt azért tudom megerősíteni, mert előző nyáron, 20 nyara előtt, ilyen május környékén, én is tesztelgettem a cheateket, és én is csaltam Tarkovban, és engem is bannoltak. De én is ugyanúgy meg tudtam venni ugyanarról a gépemről, ugyanarról az internetről, semmi fix IP címmel, mert én azért VPN-t is használok, stb. Ő nem csak a Tarkovban, én is csak a Tarkovot, és játszottam tovább. Viszont becsületemre szóljon, Tarkovban, ha csalok, akkor én nem ölök playert. Azért nem ölök playert, mert egyrészt imádom a játékot, és amikor csaltam... Ő egy szent ember, nem öli meg a játékosokat, tehát nem az a játék lényege. Csak lootolgatni kell, menni kell lootolni, ennyi. Szinti is megmondta, a Fortnite-ban az a legjobb, hogy lehet lootolni. Semmi más. Ennyi kell játszani, betörni a játékokat. Csak azért csináltam, mert munka volt. De szerencsére nincs szükségem a csalásra, tehát egy hónap a vibe után is kimaxolom a játékot a saját erőből. Azért játszok már én is azért bőven két éve, vagy kicsit több. És playert én sose öltem csalással, mert nem az volt a lényeg. Az volt a lényeg, hogy teszteljem, hogy minden funkció működik-e. Az aimot én sose teszteltem, mert én nem tudtam aimozni, amit szerettem aimozni. Ugye kódban meg csébe aimoztam régen, Tarkovban nem is tudom, hogy működik, de csébe sem. Nem tudja, hogy működik, de cheatet fejlesztett. Jó, végig kell, most már végig kell nézni, most csak 14 perc, most már végignézem. Csak nagyon tudtam, hogy működik, mert nagyon sok mindent kell állítani hozzá, és nem lőttem le playert soha, mert tudtam, hogy még ha cheat-el is, de még ha cheat nélkül is öl meg egy player egy full gírest, az kurva szar érzés. Ugye elmegye minden cuccot. És figyú, mondtad, hogy azért VPN-t használsz, arról különben mi a... Tehát most ez lehet, hogy ez nem is kerül majd be a végleges izébe, de hogy mire jó a VPN, te miért használod? És miért nem a Kodiak kódot használod a NordVPN-en? Ezt szerettem volna megkérdezni, és srácok, nem tudom, veletek volt-e már ilyen, hogy a gonosz, csúnya emberek megnézték azt, ahogy letöltitek a dolgokat, de
használjátok a Kodiak kódot, csak nem lesz ilyen. Lehet-e egyáltalán VPN-t használva játszani, vagy ez a VPN szolgáltatótól függ? Hát a VPN-nel lehet játszani alapvetően, az konkrétan végül is megváltoztatja az IP címet egy másikra. Igen, ez így működik. Nem megváltoztatja az IP címet egy másikra. Fogja és átírja, geci. De ez azt jelenti, hogy akkor egy átrútolja azt a... Tehát igen, tehát először elküld egy másik szerverre, és akkor... Tehát így mindenképp meghosszabbodik az az útvonal, ahol az a te adataid elérnek a szerverre, tehát nem jelent ez ping növekedést? De. Általában nem feltétlenül. Így Európán belüli ugratozás az általában nem. Bár, hogyha innen Magyarországról mondjuk, nem tudom, egy finn VPN és mondjuk egy török szerver, mert magyar közelebb lenne törökhöz, mint a finn, és ilyesmi ugrálások vannak, akkor jelenthet, de általában ilyenek nem szoktak. De én és általában a cheat emberek, akik cheatelnek, nem akik használják a cheateket, hanem akik egy kicsit okosabbak, megfejlesztenek. Tehát akik szándékosan valami nyereség miatt használnak cheatet, vagy csinálnak cheatet, tehát nem fanból játszanak, azok általában úgy használják a VPN-t, hogy olyan országot vagy IP-t állítanak be, ami nem olyan publikus, tehát nem egy Németországot. Mert általában az ingyenes VPN-eket el is lehet felejteni. Nem egy Németországot. Nem olyan publikus, mert van olyan ország, ami privát. Vagy invite-only országok vannak? Vagy... Ezt nem értem, miről beszélünk. Ha valami konkrét célod van VPN-nel, hogy te rejts magadat az internet elől, akkor az ingyenes VPN az nem sokat fog hozzátenni. Hogy ne tenne hozzá sokat? Baszik, erre való. Olyan hülyeséget beszél az ember. Ez hihetetlen. Mert ugye úgy visszakövethető lesz. Tehát egy normális VPN, ha el akarsz rejtőzni, akkor fizetni kell érte. És az általában olyan IP címeket, országokat állítanak be. Én például azt hiszem, ami Dél-Afrikai Köztársaságot szoktam, hogy ne nagyon legyen visszakövethető, beazonosítható senki sehol semmikor. Mert általában ingyenes VPN, amit itthon le lehet tölteni, nem is tudom milyen VPN-ek vannak itthon ingyen, azok itt Magyarországról biztos, hogy be tudnak ingyen állítani egy Nord-Amerikát, egy Amsterdamot, meg egy Németországot. Random három országot. Soroljunk fel még egy párat. Tehát akit Német, Holland vagy Nord-Amerikával látok, az biztos, hogy vagy ingyen van, vagy tényleg ott van. Ugye nagyon sokan azt mondják... Vagy ingyen van, vagy tényleg ott van. Tehát fizetős VPN-ekben amúgy nincs is más. Tehát nincs Németország, meg ilyenek. Ott ilyen Uganda, meg ilyenek vannak, csak hát tehát... Na azért hagyjuk már, persze North America, hagyjuk már. Mondják, hogy amióta ingyenes lett a csé, azóta sokkal több a csaló. Ami totál ellentmond annak a... hiedelemnek, hogy a játékfejlesztőknek az a célja igazából, és lehet, hogy ők fejlesztik a cheateket is a játékaikhoz, hogy aztán bannolhassák az embereket, akik újra megveszik a játékot, és akkor ezért plusz profitot termelnek. Hát nagyon nem volt benne semmiben szakmailag, de olyan dolgokat mondott el, amiket így bárki el tudott volna mondani. De amúgy meg olyan hülyeségeket is beszél, össze-vissza beszél tényleg, szerintem be van állva. Vagy csak simán fogyatékos. De még hogyha be is lenne állva, akkor legalább valami vicceset mondana, vagy érted? Ami teljesen ilyen fejen állt logikának tűnik nekem. De a kérdés itt igazából az, hogy szerinted van-e köze a játékgyártóknak a cheat fejlesztéshez? Cheatben? Akár csében, hát azt elmondtad, hogy valószínűleg a Battle State Games-nél, tehát a Tarkovnál nincs, mert ők aktívan az ellen vannak, hogy ezek a cheatek működjenek. De ugye neked mi erről a tapasztalatod? Hát szerintem, ha nem is, szerintem alapvetően a válasz így egybeszedve egy igen, de ha nem is közvetlen kapcsolat a cheatfejlesztők és a Valve között, akkor is valamilyen átruházott, mint egy VPN, nem VPN nyilván, csak hogy ilyen átruházott kapcsolaton keresztül. Tehát ezt megint csak az anonimus tranzakciókra tudom visszafejteni, hogy millió dollár nem fizet átlagember ki egy csalásért, egy egyedi csalásért. És
Tehát nem biztos, hogy a Valve konkrétan a cheat fejlesztőkkel beszél, lehet, hogy a Valve egy emberrel, aki beszél egy másik emberrel, aki beszél egy másikkal, és ő beszél majd a cheat fejlesztővel. De én látom benne esélyt, hogy a cheat körül mi forog, azt nem tudom, mert brutális. Mai napig benne vagyok cheat topicba, és olvasok néha cikkeket is. De a cheat... De várjál. Nem tudom megérteni, hogy mi történik most ott. De hogyha azt mondod, hogy igazából a fejlesztőknek folyamatosan dolgozni kell azon, hogy ne detektálják az ő cuccaikat, akkor ez azt jelenti, hogy a játékkiadók azért foglalkoznak azzal, hogy ne legyenek csalások. Igen, igen. Alapvetően igen, de azt figyelembe kell venni, hogy egy anti-cheat az nem feltétlenül játékspecifikus. Hú, bazd meg! Nem. Cségben egyáltalán nem foglalkoznak a kifejlesztők az anti-cheat-tel. A VAC-szal már egyáltalán nem foglalkoznak. A VAC egy halott dolog. Gerizmódban nem lehet a VAC-ot kapni például, mert nem működik. Úgy csalsz benne, ahogy szeret. Nem lehet benne. Hiába élek egy VAC-vélet szerver, próbáljátok ki, akinek van gerizmódja. Ha VAC-ban kaptok gerizmódba, én vállalom a felelősséget arra, hogy megveszem nektek újra. Ha kapok egy screenshotot, megmutatjátok, ráfrissítetek, tényleg ott van a VAC-ban a profil, és gerizmódra kaptátok, megveszem nektek újra kétszer. Ezt itt megmondom. Kezet rá. Ha bárki ki tudja magát bannoltatni gerizmódból, megveszem neki kétszer. Bárkinek. Igen, neked is, Vivi. Nem lehet. Próbáltam már. Nem lehet. Cheat engine-nel se. Semmivel. Nem lehet. Nem lehet megcsinálni. Gerizmódban nem lehet VAC-ban kapni. Komolyan mondom. Nem lehet. Utoljára talán két év, nem. De, két-három éve próbálkoztam vele. Nem lehetett. Nem tudom, hogy most lehet-e. Meg kéne próbálni valakinek. Szerintem nem lehet még mindig. Én úgy tudom, hogy még mindig ki van kapcsolva a WhatsApp-ba a szarba. De erről semmilyen hivatalos dokumentum nincs. Valve-tól lehet kérni bant? Nem, a játékot maximum törölni lehet. Tehát a Cé politikája az lehet az még, hogy fizessünk a csalásokért, hogy csináljanak a gémünknek csalást, de mivel a VAC az több játékot fed le, lehet, hogy a VAC-ot alapvetően fejlesztik, és ugye vannak játékspecifikus funkciói egy anti-cheatnek, mint például, nem tudom, Cébe, mondjuk Cébe a skin changer, és lehet, hogy mondjuk vacolnak is a... Mondjuk az nem val. A skin changer nem vacol. Ezt senki nem érti meg ezt a... mindegy. Most játék, te hogy... De ugye a vac... Mondtam, ezt valaki most át komolyan veszi. Hogy jelen van Call of Duty-ban is. Uh-huh. Nincs sok köze a CS, de így az anti-cheat az maga ugyanazokat a funkciókat látja el a CS-ben, mint a Call of Duty-ban. Csak a CS-ben mondjuk van specifikus funkciója, hogy a skin changer-t nézi. A kódban meg mondjuk nem nézi a skin changer, csak mondjuk nem tudom, hogy a flash-t hogy dobott, vagy nem mit tudom én, ilyesmi. Uh-huh. És lehet, hogy azt fejlesztik, mondjuk a kódban, hogy jobb legyen, és lehet olyan fejlesztést csinálni, ami nem kód-specifikus, hanem így overall mindenre jó, és akkor úgy kiszűri, de általában ezek ritkák. Uh-huh. Általában mostanság a cheat-ek nagyon későn buknak le. Régen azért nem éltek ennyit. Az tény. De régen nem is volt ennyi csaló sem, és csalást eladó sem. Tehát régen egy-két nagyobb piac volt, és ennyi. Most már millió van. Nagyon sok. Ugye Csé politikája ez az ingyenes dolog. Miért jó? Mai napig nem jöttem rá. Van nekem egy nagyon jó barátom, aki itt volt nálam egyik nap, és lanoztunk. Ő Magyarországon elég jó játékos volt, ICL győztes is volt egyébként, és elég nagy cégnek a csapatába játszott, és ő mai napig ugye szereti a cheat-t, és akartunk cheat-ni, de végül nem cheat-tünk. Mert nem. Az a baj, hogy tényleg egy cheat most már nem lehet elindítani, anélkül, hogy ne legyen egy csaló legalább. Ja. Na basszus. Ez egy csalásos játék lett, egy HVH, egy ilyen hacker versus hacker. HVH lett. Hogy kipörög jobban. Uh-huh. Szörnyű. Ez baromi idegesítő. Baromi idegesítő, tényleg. Ja. Szörnyű. Szóval te látsz valami megoldást erre, hogy ez hogy fog változni, vagy ez esélytelen, hogy változzon, vagy...
Hát, vagy jó ez így, ahogy van? Komplikált az... Úristen, még csak 8 perc telt el a 14-ből! Jézusom, ember! Ez a videó, ez szörnyű! Ez örökké tart! Biztos. A legértelemszerűbb változás az a anti-cheat-ek normális fejlesztése lenne. Ami nem tudom, hogy miért nem történik meg jelenleg, mivel egy anti-cheat fejlesztő vagy egy fejlesztőnek ez az a munkája, hogy ezt csinálja. Ergo ideje van, pénzét megkapja, technológiák rendelkezésre állnak, és a háttértámogatás is rendelkezésre áll, hiszen egy Steam vagy egy Valve millió forinttal rendelkezik. Tehát nem tudom, hogy miért nem támogatják ezeket. Én egyébként a megoldást egy kicsit párhuzamot húzva a politika mentesen az élettel, amit a pofátlanítás a rendőrök csinálnak, a való életben nyilván, én ebbe látnék egy kis, nem megoldást, de egy cheater csökkerés számot, hogyha nem feltétlen a szabályt és az anti-cheatet erősítenénk, mint ahogy most az életben is felemelhetjük a jogdíjat arra, hogy hátrahagytasz a piroson, nem 30 ezer, hanem 60 ezer lesz, megduplázzuk a bírságot, de ugyanúgy át fog hajtani a piroson, aki át akar, és ugyanígy van a cheat-tel is, hogy hiába fejleszted az anti-cheat-et, aki akar cheat-et fejleszteni és cheat-elni, akkor az úgyis át fogja törni egyszer. Én inkább olyanokat néznék, tehát szerintem kiszűni sose lehet teljesen, hogy ne legyen cheater. Inkább olyan ilyen... A persze stílusban, meg az értelmiségbeli ítélve olyan 13 éves lehet, ezért használom torzított kodát, meg felrak, hogy ilyet mi a fasz. Ismerek olyan 15 évesnek, és sokkal értelmesebben beszéljen erről a témáról. 13 évesen. 12 évesen, vagy... Na, érted? Nem tudom. Szíletlen. Hihetetlen. Nem bírom. Tényleg. Hogy mondják, ezt megoldásokat keresnék, hogy beépülni esetleg egy fejlesztői közösségbe, ahol jók a biztonsági funkciók, ugyan nehéz megtalálni egy cheatet, de most komolyan ott a Tarkov cheat, tehát most megveszi a fejlesztő 16 euróért, vegye meg, és akkor nézze már meg a forráskódját, vagy valami. Tehát ennyiből állna az egész. Ennyiből áll az egész, hogy megnézi a forráskódját. Megveszi, és jobb klik, és szerkesztés jegyzettömbe. Megnyitom Notepad++-ba, és megnézem a kódját. Megveszed, és megnézed, ennyi. Mint egy filmet. Hát meg ugye amíg a... Semmi védelem nincs rajta, semmi. Ez direkt így csinálják, nem? És társadalomban, vagy ugye való életben ugye az van, hogy van egyfajta rendfenntartó közeg, ami szabályozza azt, hogy mi az, amit szabad és mit nem lehet. Ugye az internetes, mit tudom én, közegben ilyen nincsen. Tehát nincsen arra szabályozás, hogy mit szabad és mit nem. Ami különben, tehát most, hogy itt belemegyünk ebbenek a... Tehát ez a téma, ez szerintem jóval messzebbre visz, mert totál azt látom, hogy az emberek az interneten élik ki magukat, és az, amit az való életben nem tehetnek meg, akkor azt itt ki. Ami lehet, hogy nem baj, tehát lehet, hogy az internetnek egy olyan helynek kell lennie, ahol azt csinálsz, amit akarsz, csak valamilyen szinten azért ez eltorzítja a valóságot is majd. Tehát a való életet is el fogja ezt torzítani, mert az emberek olyan, mit tudom én, értékrendelés etikával fogják felfogni a dolgokat, ami egyszerűen torz és furcsa és rossz. Igen, ez így van. De hát igen, ez egy kicsit nagyobb társadalmi probléma ez az internet dolog sajnos, mert például régen dark web nélkül, ha akartál drogot venni, mit tudom én, akkor is menned kellett hozzá egy embert. Uh-huh. Most drogozni van kedvem 16 évesen, letöltök egy tort, felmegyek valami anyonös weboldalra, és rendelek egy kis drogot magamnak. Rendelek egy kis drogot magamnak, érted? Igen, beírom, hogy drog, és megrendelem. Beírom, hogy drog, és megrendelem, érted? Aj, atyám, könyörgöm, hogy lehet ennyire? Úristen, geci! Én kodják videón még nem szenvedtem ennyire. Tényleg. Ezt nem bírom. Még van egy kicsi hátra. Szerintem is szabályozni kéne alapvetően, de ez társadalmi kérdés, alapvetően az egész
internet politikáját valahogy szabályozni kéne, mert már indultak el egyébként itthon, illetve egész Európában ilyen kibervédelem, ilyesmik. Viszont az a nagy probléma ezzel a kibervédelemmel, hogy ők a már meglévő bűnözőket keresik. Tehát aki a való életben is rabol, kisbolt, embert rabol, öl, ilyesmit. És azzal nincs baj, tényleg keresik őket, de most ha már egy 10-12 éves gyerek, mint magamból indulok ki, korán elkezd csalni online, akár ezzel megkárosító embereket anyagilag mondjuk lopni online, még 400 eurós késeket, az... Na, várjál, várjál, nem arról az, hogy mindent visszaadott? Az elején még azt mondta, mindent visszaadott. Most akkor ezzel meg... Nem. Gyanús vagy, haver. Azért nem szép dolog, és hiába online a dolog, ezt nem fogja föl sok ember, ez valakinek a pénze benne van, tehát valahogy oda került az, és valaki megvette, és ezt szabályozni kéne. Egyébként ez most mondta egy jó ötletet, szóval majd lehet elkezdek agyalni. Így off-topicba, hogy csinálni valami olyasmit, hogy a cheat-eket megvenni, vagy letölteni, és kiszűrni a forráskódot, és beküldeni a játékfejlesztőknek. Hú, erre még senki nem gondolt szerintem. Úristen, innováció, hihetetlen, zseniális. Hogy leleplezni a cheat-eket. Hát ez nem egy rossz ötlet. Jó kintes napon nem lenne rossz. Ja. Még valószínűleg gondoltak erre. Tehát ez a furcsa az egészben, hogy ezek, tehát ez nem az van, hogy itt most feltaláltuk a spanyol viaszt ezzel, hanem valószínűleg ezt tudják, csak nem csinálják valami miatt. Ezért lenne érdekes olyas valakivel beszélni, aki, de hát valószínűleg aki meg ugye tűz közelében van, az meg nem fogja elmondani, mert valószínűleg nem érdeke. Szerintem nagyjából akkor ennyi, és akkor tényleg köszi szépen, hogy vetted az időt. Szerintem érdekes ez, meg érdekes mindenkinek egy kicsit belelátni ebbe a... Hát azért azt kell mondani, hogy szomorú világban, meg szomorú valóságban. De sajnos, igen. Sajnos mostában ez ott van. Nem árt tudni róla. És az a baj, hogy aki normálisan szeretne játszani, most hát aki csézni szerette, azt nem tudom. Annak nem tudok jó tippet mondani sajnos, de hogy jelenleg ezek ellen nem lehet mit tenni. És még annyit, hogy erre az önkéntes akcióra esetleg, ha mondjuk én csinálnék ilyeneket, visszafejtem a cheateket és elküldeném a fejlesztőknek, az is csak az lenne a fő probléma, hogy ezt a cheatet lehet kibannolnák a fejlesztők még aznap, de másnap vagy jövő héten megjelenne az újabb verziója, ami már megint egy undetected féle, és kész. Igen, szóval ez egy komplikált és bonyolult téma. Megoldást valószínűleg olyan helyen kéne keresni, ahol van befolyás is, ahol van ember, pénz és befolyás, és akkor meg lehetne oldani. Na jó. Nem találkoztam egy csalókkal a Prime-ban? Konkrétan ma is az összes meccset, amit játszottam, mindegyikben csaltak az ellenfelek, de mindegy. Srácok! Ez a videó szörnyű volt. Megnézem, amit írtál Facebookon, hogy ennyire fontos. Ezt láttad? Megnézzük. I recent... Undetectable hack... Nem tudom, ez mi. Ja, Wiresharkos dolog? Nem láttam még, de... Majd megnézem. Most nem akarok itt baszakodni ilyen hülyeségekkel, meg le akarom zárni a videót, mert hogy ezt az egész videóra vettem. Szóval... Köszi, hogy itt voltatok, meg amúgy a streamet is lezárom szerintem, mert ez az összes agysejtemet megölte konkrétan. Szörnyű volt a videó. Kibaszott, csak hülyeség hangzott el benne, tartalom nem igazán volt benne, én azt mondom. Szerintem most aki dohányzik, az ha a streamben eddig nem tette meg, az most tegye meg velem. Ja, mindenképpen. Én ezt nem bírom. Tényleg, bazeg! Nem, ez szörnyű volt, ez szörnyű. Végzigiztet? Nekem is végig kellett volna zigiznem, de a szobában nem zigizek. Kikőbírni. Szörnyű volt kibírni. Rettegek a székembe, remegek. Nem.
Erre konklúziót se tudok mondani, annyira rossz volt. Tehát felfoghatatlan módon. Nem. Á, hát ez... Nagyon érdekes. Dávid Minecraft-ot streamel, let's go. Na, a follower zonnét ki kéne venni Dávidkám. De majd én bekövetem. Na, pörögjön egy raid oda, én meg elmegyek hamarabb, mint terveztem, de nagyon elálmosodtam ettől az egész videótól, tényleg. Szóval, ja, sziasztok.